Na, srácok, eleget néztük már ezt a DSS feliratot. Folytassuk a játékot. Folytassuk, srácok, a játékot. Legutóbb egy kicsit hamarabb hajtuk abba a kelleténél, mert azt mondtam nektek, hogy elmegyek megnézni a Gucci házat, de nagy karácsony lett belőle. És ezért egy negyed órával hamarabb befejeztük a mókát. Most viszont egész délelőtt ezt fogjuk pergetni, nagyjából fél egyig. Én mindig szörnyen lassan töltődnek be a textúrák. A legutóbbi streamben rengeteg varázslatot tanultunk meg, illetve megtanultuk Kárlától az összes fekete mágiát. Úgyhogy itt most a kezemből folynak ilyen piros cuccok, a másikból meg tüzek, ilyen menő vagyok. És vannak dark varázslataim, amit mindjárt meg is mutatok nektek, hogy milyenek. Mi az, amit én fixen szeretnék használni. Egy kicsit upgrade-eltük a dolgokat. Miféle nyereményjáték lesz csütörtökön? Hát, hogyha klippelték nektek a skacok, akkor be tudják nektek linkálni. De most nem ismétlem meg magam. Varázslatok hangolása. Ez a Dori szemésztése is amúgy iszonyatosan jó. Szevasztok, srácok! Az biztos, hogy kell nekünk a káoszágy maradvány. Mit kell tenni a részvételhez? Hát ez majd el lesz mondva. Csütörtökön. Nyilván figyelni kell a streamen. Na, tehát az újdonság, amit megtanultunk, a fekete tűzgömb. Ami azt nézem, hogy drágább, mint a sima. Meg kell néznem, hogy mégis mennyivel sebez kevesebbet, úgyhogy egyelőre ezeket a képességeket rakom be, és akkor ezeket fogjuk megnézni, hogy működnek. Szevasz, Spinner! Pont amikor dolgozol? Egész sütörtök dolgozol, Konaja? Mizuj Spinner. Már Szabin vagy? Reggel 6-tól este 10-ig. Hát nem tudom, meddig tart a legózás, nem tudom, meddig tart felépíteni majd. Fura ez a 60 FPS-es lock. Hát ez érdekes. A DS eddig is 60 FPS-sel ment. Na majd erre majd rá kell néznem. Tehát azt kell megnéznem, hogy a tűzgömb mennyit sebez rajta. Oké, tehát ez határozottan jobb. Jó, és amúgy nem is sokkal több FP-t zabál. Mondjuk meg kell néznem, hogy a káoszágy maradvány ehhez képest mennyi. Au. Jó. Tehát akkor a varázslatok és a hangolásaik. Köszi a linket, Konaja. Milyen platformon játszok? A lehető legtöbb mindent PC-n játszom, és a lehető legtöbb mindent kontrollerrel játszok. Szóval... Ja. A Riva Tunerből kiindulva a PC-n. Steve, hát te ilyen mágus vagy, te értesz ezekhez? Igen, amúgy. Igen.
Mert hogy PS-en csak nagyon hackelgetve lehetne összehozni ilyen rivatunert. Tehát. Nagyjából kétszer annyit sebzett a fekete tűzgömb. Én attól félek egyébként, srácok, hogy most nem tudom, mennyire lehet ölögetni itt gargoylékat. Mondjuk azt kéne megnézni, hogy a kazamatába mennyit sebzünk. Mert akkor az mérvadó lenne, hogy ilyen ellenállásokat is megnézünk. Szt, most Sonyt kell mondani. Ja, igen, a PS5-ről játszom a legtöbb játékot. Így van. Nem amúgy, semmilyen nincs. Szia, Diluper. Szevasztok, srácok. Tehát, morcos, piros szemű nénike, billogozóval. Tehát 391, 364. Aha, tehát akkor vannak ellenségek, amik ellenállnak a tűznek, és vannak, akik inkább a fekete tűzgömböt szeretik. Ó, te jó ég. Hát akkor nem is tudom. Amúgy mennyire lineáris a DS többféleképp, és más builder is végig lehet játszani? Hát... semmiféleképp sem mondható csőjátéknak, de az biztosan megállja a helyét, hogy többféle builder is végig lehet játszani. Látod, én most ilyen mágus vagyok. És a káosz egy maradvány mennyit sebez rajta? Hát pont annyit, hogy nem hal meg. Hát én nem tudom. Én nem tudom, srácok. Ez gyönyörű volt. Nem tudom. Megmondom őszintén nektek, nem tudom. Most akkor legyen a fekete tűzgömb helyett, mármint legyen a tűzgömb helyett a fekete tűzgömb. A bildemben. Jelenleg az a gond, hogy négy ilyen szloton van, ahol lehet varázslatokat tartani, és abból kettőt elhasznál a káosz egy maradvány, ami kötelező, hogy nálam legyen. Szóval összesen három varázslat lehet nálam, és én úgy gondolom, hogy muszáj, hogy azok közül is az egyik ez a dögvészes köd legyen, a másik pedig, hát én nem tudom. Jézus, Diluper. Valaki klippelte egyébként, hogy milyen nyeremények lesznek csütörtökön? Klippeltétek, skacok? Mert hogyha nem, akkor mindegy. Akkor nem lehet linkelgetni a dolgokat. Szevasz, Zakika. Zakika, te az elsők között köszöntél be, de én neked nem, úgyhogy bunkó voltam. Olyan határozottak voltatok, srácok, hogy rábeszéltetek erre a fekete tűzgömbre. Mit szóltok? Then touch the darkness within me. Touch the darkness within me. Jó, amúgy, hogy hol tartottunk, megöltük Aldrichtot. Aldrichtot megöltük. Megöltük a Dancert is, de a Dancert nagyon undorító módon öltük meg, srácok. Sajnos még ma, meg holnap meló, mert nem maradt Szabim. Oh, shit. És ünnepek között is még dolgoznod, Kedi Lupin? Sok és drága ajándék, szerintem ennyi elég. Na, mert akkor az Iritil kazamatában még van kettő rész, amit nem néztünk át, úgyhogy oda most szépen visszamegyünk. Te idén már nem dolgozol? Mázista, Zakika. Mázista. Én még szeretnék nektek contentet csinálni az Archivum csatornára, amúgy, aminek nem kell örülni, mert hogy örülni kell, csak hogy én nem örülök annyira, hogy kontentet csinálok nektek az Archivum csatornára, mert hogy az azt jelenti, hogyha kontentet csinálnak az Archivum csatornára,
akkor elmaradásom volt felétek, szóval, hogy... Hát értitek. Lesznek olyan dolgok az Arivum csatornán, amiket régebben láthatatok streambe. De jó, hát már megérte idejönni. Arisztokrata maszkja. Átöltözzünk. Arisztokrata maszkja. Börtönőrköpeny. És itt van valami olyan? Hát, nincs semmi. Hú, de jók vagyunk. Azt nézzétek. Még kellene valami nadrág. Egy hajadon kesztyű mehet. Tűzőrző szoknya. Hát nem tudom, mit volt valami tűzőrző kesztyű is, nem? Nekem ez tetszik, srácok. Mit szóltak? Jó, nem? Fullos a szetem. Hadd lobogjon a hajunk. Pirosat köp. Mit csinál a puki? Bele kellett volna szaladnom. Hát, nem tudom, oda nem megyünk. Bármennyire is csábító, nem megyünk oda. Bocsánat. De hát, hogy ki volt targetolva? Várjál, kifogyott. Kifogyott, de már is iszom. Hopp. Nagyon jó. Na, és itt van egy ajtó, amit mi nem nyitottunk még ki. Itt van egy ajtó, amit még nem nyitottunk ki. Szia, Scott! Szevasztok, srácok! Fú, basszus. Na várjátok, ez kinyílt magától? Hú, te jó ég, de ocsmány. Akkor lehet, hogy nem ide akartam jönni. Olyan helyre akarok menni, ahol két oldalról nyitható ajtó van, ez az. Nem, ez nem, ez határozottan nem az, úgyhogy ez valószínűleg a másik oldalon van. Jó, hát akkor mehetünk át a másik oldalra. Rip. Egy gyászoló asszony. A gyászoló asszonyok is ilyen maszkot hordanak, akkor ne azt mondod? Üdv mindenkinek, srácok. Na, szerintem ide akartam jönni. Jó. Annyira jól néz ki ez a fekete tűz. Szerintem iszonyatosan menő, srácok. A börtönőr kulcs karikája, és akkor itt van egy börtönfőnök hanvai. A börtönőr bezárta magát ide, a kulcsot meg valaki elvitte innen. Jó. Van még egy rész, ahova nekem mennem kell. Csak azt nem tudom, hogy honnan és hova. De ahová, hát ezt tudom. Akkor, hogy honnan. Tehát nekem le kell mennem a patkányokhoz.
A patkányoknál van egy lift, és a patkányos lift pedig fölvisz az Illithid Dungeon-os Bonfire-hoz. Uff, oké. Tehát... ott lesz az óriás, akit ledobunk tűzzel, az teljesen világos. De akkor az óriásnál még lejjebb lehet menni. Vagy nekem... Ja, hát menjünk le az óriáshoz. Először is, hát ha az segít. Szavasz már, küld mindenkinek, srácok. Hát de még a végén lelöksz itt. Amaterasu! Vagy hogy kell mondani? Jó, ja, hát halt. Csak rossz gombokat nyomkodok itt a kontrolleren. Aha, és erre már nincs elég FP-m. Például elkezdtem nézni a Bleach-nek az első részét, ha már mondom, hát nem kezdhetek még bele a vajákosba. Az a helyzet, ehhez kevés az FP-m, ehhez a művelethez. Srácok. Jaj, na jó, hát akkor hazamegyünk. Kevés az FP-m ahhoz, hogy megküzdjünk az óriással, meg kiűzzük onnan a patkányokat. Rább szinkronosan? Aha. Szinkronosan. Jaj, a Bleach-et elkezdtem nézni. Nagyon megjött hozzá a kedvem, pedig azt mondtam múltkor nektek, hogy majd ha lesz gyerekem, akkor újra nézek animéket. Na csá! Nem bírnak ezek a fiúk a dögvészesködni, hát azzal nem. Ez túlságosan OP, úgyhogy azért is van berakva. Hopp! Ez gyönyörű volt. Szia, hello. És a párommal a Bleach-et nézzünk, ő még nem látta. Én is Adrival elkezdtem nézni az első részt, de mindig volt valami, ami itt jobban érdekelte. Úgyhogy nem folytattuk. Annyira jó, hogy ezzel a fekete tűzzel váhítáljuk az enemit. Kont! De ezt, nézé, dodzsoltam, úgyhogy nagyon jó. Első DS3 playthrough. Hát, hogyha az lenne, akkor a címkék között ott lenne. Egyébként nem az első. Itt van egy létre, amit nekünk most használni kell, hogy ledobáljuk majd az óriást. Egy plusz karddal nem lenne jobb? Én a Moonlight Greatswordot Halló? Képernyő? Most nekem elkezdett villogni, de nálatok nem villogott, akkor jó. Akkor valami kábel nem jó. Tehát akkor ezek szerint a HDMI switcher jó, csak akkor valami kábel nem jó ezek szerint? Jó.
Ünnepi DS, bizony CMD. Szia madari, most fogjátok be a fületeket, srácok. Még csak ilyen állatos kekszet, háztartási kekszet ettem. Ami ilyen kakaós madari. Ahhoz ittam egy kis teát. Szánom bánom, de nem volt idő megreggelizni normálisan. Na, szóval rágázzó, az a helyzet, hogy én ilyen fullos varázsló buildet akarok nyomni, amennyire csak lehet. Lesz majd kardom is, hogyha minden igaz. Viszont a kard, amit használni szeretnék, és semmi alternatívát nem találtam, ezért nem használunk így a DLC nélküli végigjátszásba. A DLC-kkel, amint belekezdünk a DLC-kbe, ott lesz majd az a tüzes pallos, ami a démon, nem itt tudom én, valami két démon. Démon Prince, meg amit tudom én, kik adják. Lesz az ebéd? Na, azt még nem tudom, de biztos nem keksz. Csak kicsit takarítani kéne a kábel körül? Nem tudom, Viktor. De a lényeg, hogy ezek szerint a HDMI switcherrel valószínűleg nincs gond. Jó, tehát akkor nem mondtam sok értelmeset. Hanem annyira megtetszett neki a bridge, hogy a gyűrünk belsejébe házasság után bele lesz grafírozva az, hogy bankáj. Wow, Reddy! Igen, immona tűzre, úgyhogy fekete tűzgömbbel fogok dobálózni. Hát ami immona tűzre, arra van alternatíva, meg alapvetően piromanta végigjátszani szerettem volna, de annyira megtetszettek a varázslatok, úgyhogy varázslós akármi megöléses izé lesz. Ilyen varázslós végjátszás. Igen, ez ilyen hibrid, fétes, intes build, igen, ragazzó. Én a Narutót megnézettem a feleségemmel, azóta folyton rágja a fülem, hogy nézzük újra úgy, hogy előtte nem is akart megnézni. Wow! Én a Narutót nem néztem végig, még egyetem alatt kezdtem el nézni. És azóta már van Boruto, meg... Ja, a Narutókat lehet, hogy végignéztem. A Shippudent nem néztem végig. Már azóta már van Boruto is, úgyhogy rendesen le vagyok maradva. Wow, a gólemet csak egyszer kell megölni? Hát, oké. Okay. Na és akkor oda hogy megyünk le? Onnan? Azt hiszem a patkányok morcosak. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, kilencen vannak. Most már. Hát, én nem emlékszem, hogy itt le kellett volna nekem ugrani. Ja, a Shippuden nekem nagyon tetszett, és mivel nagyon sokat kellett várnom az újabb részekhez, ezért elkezdtem olvasni a mangát. Hát ez jól lesz. Oké, okay, összejött. Elkezdtem olvasni a mangát. Ó, tényleg, hát ott van valami ajtó is, akkor ezek szerint le lehetett volna jönni, csak én noob voltam. Orgonit men! Szia! Meggyalázott láng! Nagy titani töredék. Bakker. Várj egy kicsit, patkány, légy szíves!
Á, itt van, ez az. Feloldjuk gyorsan a shortcutot. A Boruto egyáltalán nem jött be, nem is nézem. Hát, én majd el akarom kezdeni mindenféleképp, hogyha ott tartok, hogy az jöjjön. Szevasz, gyegyús, szevasztok, srácok. Tehát itt a lift. És akkor van még nekünk egy utunk, egy létrához. A létra pedig fölvezetne minket egy helyre. Itt végtelen mennyiségű patkány spónol amúgy, skacok. Nem emlékszem már. Valamiért nekem az rémlik. Igen, végtelen, aha. Ha, látom ám, hogy itt izé, ásítozol. Üdv mindenkinek, srácok, sziasztok. Én amúgy nagyon szerettem a fillereket a Naruto-ban. És múltkor írta valaki, hogy a fillerek jobban megragadtak benne, mint maga a történet, amit így el akart mondani. Szerintem te vagy az egyetlen? Lehet amúgy, Zakika. Hát tudjátok, hogy én nagyon különc vagyok így a filmeket, meg sorozatok nézését illetően. Mit csinálsz azzal a ládával? Hát így megfújkáltam ilyen penészülővel. De várjatok, ez egy újabb hely. Feljöttünk ide. Na de ez a rész. Nekem a bikócsú, az micsoda pocó? Ez a bikócsú. Ja, már látom, hogy hol vagyunk, és oda be tudunk menni? Be akarok egyáltalán menni, inkább az a kérdés. Hát, azt hiszem, ezt nem így kell csinálni. Emlékszem, hogy átugrás kell. Jó, ez annyira nem fájt. Vetsz-e valami guide-ot? Hát, megmondom őszintén, akartam követni, aztán inkább nem követek semmit. Kéne követnem, Sticky? Tehát itt kiúrunk. Na hát ez csak meglát. Villámló nyíl. Nem is figyeltem, hogy a mimik az mit adott. A mimik mit adott, srácok? Ti figyeltetek? Oké. Fú. Van itt még valami, ami kellhet nekünk? Nem, szerintem már minden megvan. Sárkányölő nyilakat adott. Aha, oké, és köszi. Most nem akarok átfutni a teljes dungeonon. Viszont
Hát, de... Annyit lehet csinálni, hogy leugrok megint a patkány verembe, használom a shortcutot, és akkor hazamegyek szépen. Szevasz, Lord Fairy. Ez mit csinál? Ja, hogy ezzel rögtön ideugrunk. Na, belehalunk. Zsír! Üdvözlünk mindenkinek, srácok! Pillen részben, miután Sasuke elhagyta a falut, azt találták ki, hogy úgy keressék meg, hogy találnak az erdőbe egy bogarat, a Bikocsút, ami a kikelés után az első szagot követi élete végéig. Az volt a tervük, hogy Sasuke fejpántját szagoltatják vele meg, de a rész mielőtt ezt megtették volna, a végén Naruto ráfingott. Ez tetszik. Ez tetszik. Ez tetszik. Jó. Jézusom, mik vannak. Meggyalázott főváros. Most ez elvileg ez jön. Nem ez jön. Kazamata. Pillanat, mindjárt összeszedem magam. Na, mert tudom, hogy mi jön. Mert tudom, hogy mi jön. Ez jön elvileg. És itt nekem... meg kell ölnöm Gargoyléket, illetve meg kell ölnöm magát Volnirt is. Jó. Hú, nekem is rémlik valami struccos tudzakika. De... ennyi van meg összvisz, hogy struccos tudsz. Hú, tudom már, meghaltunk, srácok, meghaltunk. Most ott eszembe, hogy meghaltunk. Mert volt egy kéz, ott a... hát itt a meggyalázott fővárosban, ami lelökött engem. Most már megvan. Szia, Tardigradam, mi újság? Pereg a Szabi? Hogy kibukkant majdnem mindenkiből az anime szeretem? Hát figyelj! Szerintem nagyon sokan szeretik az animéket, Konaja. Nem tudom, most ide jön ilyenkor még egyszer? A gargoylék? Basztarod! Épp azt akartam kérdezni, hogy a gargoylékat csak egyszer lehet megölni? Hát igen, ez a fekete tűz azért valljuk be elég hatékony volt ellene. Nagyon toxikus ez a sticky. Nem kell az animéhez gyerek. Ja, én azért mondtam azt, hogy gyerkőccel akarom majd megnézni azokat az animéket, amiket én szeretem, mert nagyon szívesen újra nézném őket. Csak nem akarom megy magamba. Itt alattunk pókok vannak. Vicces pókok. Itt át lehet ugrani? Tudok olyan animét ajánlani, amit egymagadba akarsz nézni. Csápos? Valami csápost akarsz, Misztiki? Amúgy tuti át lehet itt ugrani, max jól meghalunk. Ennyi. Rozsdás aranyérme. Megérte. Valószínűleg amúgy nem is kellett volna átugranom, mert hogy... csábos csápok. Egyre jobb.
Remélem leszakad majd amúgy. Igen, idén már nincsen ó, de már kellett is ez, idén most először vagyok Szabin. Wow, komolyan? Az mondjuk elég komoly, Tardigrada. Én a Dokuro Chant tudnám ajánlani, nem hosszú, azt hiszem egy-két, talán három részes. Megmondom őszintén, három animét néztem idén, amire így emlékszem, amire annyira nem mondják szerintem, hogy anime, nem tudom, hogy amúgy mit mondanak ezekre. Néztem a Vajákos animét, ami augusztus végi. Nem tudom, hogy az anime egyáltalán. Hát olyan stílusra, és én rájöttem, hogy mennyire szeretem amúgy ezt a műfajt. Szóval néztem a Vajákos animét, meg néztem a Star Wars Visions-t, és így de jó volt. De jó volt. Nagyon tetszettek. A Dokuro-chan nem gyerekkel nézem? Ja, nem is azt mondták Ambucius, hanem hogy egyedül azt nézhetném. Ja, jó, neked eddig is kis Y volt az első Y-od? Jaj. Akarnak maguknak ezek. Amúgy a Niót is végignyomtad, felkelt el jatekok, és akkor meg tudjátok nézni, hogy mikor, mivel, mennyit játszottam. Nem, csak elbénázta a névváltoztatást. Miért eddig nem a jó 9-es számú voltál? Most mi van a kézbaráttal? Udvari varázsló, csukja köpen kesztyű nadrág. Kitaláltam, hogy mit játszunk jövőre elsőnek, úgy ahogy az Age of Mythology-t. Tudjátok, hogy mit találtam? Ki lehet, hogy... Nagyon remélem, hogy nem leszek rosszul alatta. Ez amúgy mimik. Nagyon remélem, hogy nem leszek rosszul alatta. A jövő évi első játék, amit így nagyon szívesen végigjátszanék, amit jövőre kezdünk el és végig is játszunk, nem úgy, ami átcsúszik idénről, az a Half-Life. Szerintem a kéz is leesett és meghalt. Igen, leesett, csak nem tudtam, nagyon már a végén voltunk a halálunknak, mert ugye kiírta, hogy meghaltál, és már sötétedett el, és ő is leesett, de nem gondoltam, hogy ő is meghalt benne. Ólió. Kicsit off topic, ma jön meg az új processzorom, karácsony ajándék magamnak. Na, mit lesz? Meg miről upgrade-elsz? Tetszetős ez a ruhaszett, bár bookfence közben kicsit villantos. Szerencsére van nadrág alattam, egyébként hogyha nem lenne, akkor durvább lenne a helyzet. Udvari varázsló botja. Értem. Kik hörögnek itt, srácok? Valami metal koncert készül? Jaja, Half-Life. Nagyon nagy alok azon, hogy melyik Half-Life-val kezdjünk, de szerintem a kettővel fogok, mert az, ami így biztosan végigjátszok, mert meg nosztalgikus. Az egy nekem kimaradt, vagy lehet, hogy nem maradt ki, de nem emlékszem rá sem ennyire. Hát itt jöttünk le, valahol itt. Bár ma már a Black Mesa-t jobban ajánlom az Epic-re. Hát én nem emlékszem. Nem emlékszem. Szemét. Miért kaptunk szemetet? Szemetet akkor kapunk, hogyha szétverünk valami ládát, és úgy dútolom ki. Szóval nekem a Half-Life 2 nagyon nosztalgikus. És azért gondoltam arra, hogy azt végigjátszok, és ha már ott vagyunk, akkor lehet, hogy az epizódokat is megnézzük, mert az epizódok azok meg biztosan kimaradtak. A Black Mesa az alap Half-Life remake Source-ban.
értem, értem. Na, ezt nem tudtam. Intel i5 7500-ról Ryzen 5600X. Wow! Zaki Kált, az egy hatalmas upgrade. Ez egy hatalmas upgrade. Na, hát használd majd egészséggel. Azt nézem, hogy írtatok el, amit, hogy kik azok, akik itt hümmögnek. Nem tudom, kik hümmögnek itt. Hömm. Hát, ezek gólemek? Gargoylék? Az összes részt nem játszottam végig, vagy tízszer, akkor egyszer sem. Proci upgrade után unlimited power érzés van. Hát, az biztos. Az biztos. Agyalok közben, hogy itt mi már jobbra elmentünk, és valószínűleg itt nem is lesz semmi, csak átjáró. Átjáró az Irithyll Dungeonba, az meg minket nem érdekel, úgyhogy ezzel a résszel meg vagyunk. Ugye? Nagyon max a tetőn lehet valami loot, amit talán itt hagytunk. De én nem biztos, hogy leugrottunk oda kilootolni. Aha. Az egy neked is kimaradt? Szerintem nekem is kimaradt. Az rémlik, hogy játszottam... Mérgező nyilvessző. Az rémlik, hogy játszottam a Half-Life 1-el, mert hogy a Half-Life 1 multiával is játszottam, mert voltak valami rohadt jó játékmódok. Ami nem a klasszikus Team Deathmatch, meg CTF, meg ilyenek, hanem ilyen tökmenő. Ha kérdeznétek, hogy milyen volt ez a tökmenő, nem emlékszem. A kérdés, most mit látok egy élő esenyőt? Nem, ez ilyen, hát ilyen apáca ruhaszerű, nem? Hát itt le kéne mennem. Jaj, de kedves vagyol! Fene vinnél? Gangém. Ja, de az most is népszerű. Mármint, hogy népszerű volt, nem? De ja, a gangém, az lehet, hogy ott lehet menő. Gerizmodos dolgok? A gerizmodos dolgokat is szerettem. De itt most szigorúan a Half-Life egy multia, mondjuk Garry's Mod is hozzátartozik. Hatvanadik halál, csúnya véget ért. Itt Miskolcon nem ilyen ruhába mászkálnak az alpácák. Nem tudom, ott Németben milyen a szokás. Hát, itt Németországban most nagyon jó idő van, szóval lenge ruházat van rajtuk. A takaró arcmaszk az azért kötelező, Enci. A Garry's Modból volt annó ilyen hide and seek-szerű közös játék is, Pogers. Ja, az nagyon jó volt. Az 2019-18 telén volt? Ja. A Prop Hunt-ra gondolom, igen. Volt ilyen nézé Prop Hunt-azás. Ez jó volt. Abszolút. Egy kicsit följebb. Most szórakozol, nem? Jó, akkor nem.
Hú. Világ, srácok. Azt nézem, hogy érdemes-e nekem azzal foglalkoznom, hogy kiszedjek-e innen minden lootot. Van-e valami olyasmi, ami csökkenti a sebzést? A Jackbox Party pakot ismered? Hogy a fenében-e? Hogy a fenében-e? Imádom a Jackbox Party pakot. A hármassal rengeteget játszottunk. A Jackbox Party pak 3-mal rengeteget játszottunk streamben. Most ebben a Dauntless, Neon Abyss, Volt és Wolf kombóval tolom, bár közben keresgetek a Neonhoz hasonló gémeket a Skullon kívül. Manu, hát ezért. Én nagyon imádom azokat a játékokat, mint amilyen a Neon Abyss is. Van egyébként valami javaslatotok, hogy hogyan éljem túl itt a vízbe? Van valami item vagy gyűrű, ami segít itt a túlélésbe? Mert amennyire lehet, én ezt a részt kerültem. Ezt a részt én nagyon durván kerültem. És nem tudom. Ja, amiket Zakika mond, azok nagyon jó játékok, amik így hasonlítanak a Neon Abyssra. Na és Zseni Csebi, mit javasolsz, hogy hogyan éljem itt túl? Mármint azt tudom, hogy vannak ilyen mosszok, vagy nem tudom micsodák, amik segíthetnek. Aztán most ezt a virágzó lila mohacsomót kaptam. Meg talán ez a lila mohacsomó is segít rajtam, de ez csak poison. Van valami gyűrű, amitől lassabban megy fel. Szia Melinda. Sziasztok. Hát én úgy emlékszem, hogy van valami, de nem rémlik pontosan. Jó, tehát akkor azt mondjátok, hogy ide tegyük be, ami poisonous gyűrű. Nyugodtan belinkelhetitek egyébként, hogy melyik az. Tovább tart a varázslat hatása. Nagyba megnöveli a csodák erejét. Wow! Nagyban megnöveli a piroman... Wow! És ezt én miért nem használom? Haló? De nagy mocsárgyűrű helyett mehet a boszorkánygyűrű. Aztán a mohó ezüst kígyó helyett meg majd mehet boss fightokra a nagy mocsárgyűrű, ha minden igaz. Poison bite. Lila köves gyűrű lesz. Poison bite, aha. Tehát akkor valószínűleg ez. Nem? Megnézi a sötét sebzés elnyelését. Akkor ez? Jó, inkább megnézzük, amit Dave linkelt. Tehát amúgy ilyesmi, ez az. Oké. Okay. Megvan. Igen, rengeteg ékszerem van Tardigrada. Target! A new subscriber arrives. It fills you with determination. Target, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a Prime-adat te is rám használtad el. Van egy olyan trükk, hogyha van egy kis késed, akkor annak a weapon artjával használva gyorsabban tudsz menni a mocsárba. Ja. Azt ismerem. Azt hiszem, hát régebben használták no-hitránosok. Na, srácok, peregjenek a szögek Targetnek. Köszi szépen a támogatást még egyszer.
Jó, tehát a méreg harapó gyűrű, az kell most nekünk. Oké, meg olyan massza, ami ott van, ezt meg kivesszük. Hát jó. Ez áron van a virágos mohátralban. Ú, az pazarlás, nem? Virágos ma. Mert a toxikot csak az szedi, de a másik nem. Ja, aha. És ez most toxik, amit mi csinálunk? Vagy mérgezés? Jó kérdés, mi? Maró hatás. Ez toxik. Á, értem. Akkor valószínűleg azért adták. Hú, ez vázni mondjuk. Hát megoldjuk, srácok. Például, srácok, egy kicsit koncentrálunk. Szevaszben, gyémántosben. Napácska. Hát, amúgy ez most pazarlás, nem tudom. Basszus. Hát én itt soha nem jártam még, srácok. Az lehet? Ó, basszus! Ne! Ham nyam nyam. Ne, felkelte jatekok, srácokat, meg tudjátok nézni, hogy mikor mivel játszottam. Ne, basszus. Na baj, még egyszer meg tudunk ölni egy gargoylét. Hát igen, Ben figyelmes, köszi szépen, Ben. Csak nálam csúszik a hang. Nem tudom, nálam nem. Nálam nem csúszik. Most így megnéztem. Nem, nálatok sem. Itt sem, nem csúszkáltok? Jó. Csak én adtam rosszul, hogy tényleg ingyenes lesz a PUBG. Persze, ingyenes lesz. Ingyenes lesz a PUBG.
Már szerintem már késő. Az helyzet a PUBG-ba ezeket a fontos döntéseket mindig úgy hozzák meg, mint hogyha Internet Explorer-ről néznék a világot. No joke. Na hát, ez a legjobb döntés volt ever. Szia, hello! Engedsz! Köszi. Hú. Eleonora! Wow! Ja, feltette jól mondja, hogy a rend az nem lesz ingyenes. A PUBG-be. De tényleg ez szerintem egy olyan döntés, amit talán egy éve, vagy másfél, esetleg két éve kellett volna meghozni. Jó, tehát ott tartottunk, hogy... A fene se gondolta volna, hogy itt lesz loot például. Eleonora. PUBG-nek már ideje volt, most miért jönne oda új játékos, ha van ingyenes alternatíva? Nem tudom. PUBG azoknak nincs meg, aki nem akarta egyszerűen. Tehát, hogy a PUBG az gyakorlatilag mindenkinek megvolt. Ha jól emlékszem, a top 10 eladott játékok között bent van. Lakomás harang. 20-as STR kell hozzá. De jó! Na, kimostam, felporszíroztam, felmostam, elmosogattam. Wow! Hát ez tök menő. Bármit is csinál ez. Emeld a magasba baltát, és gyengét csengéssel ideiglenesen marcangolóvá teheted a fegyveredet. Minden találatkor életerőt gyógyítva. Oké. Okay. Na srácok, akkor most már mehetünk, igaz? Most már tényleg nem tudja semmivel sem húzni itt az időt a jántőr. Igen, Poison Gem, Rusted Gold Coin. Hát innen azt lehet csinálni, és éppen agyalok, hogy hogyan lehet innen tovább menni, vagy visszamenni. Azt hiszem van nekünk egy olyanunk, hogy... Igen. Nem. Uff, Irithyll Dungeon. Az Irithyll Dungeon fele el tudunk menni, hogyha a templom tetejére fölmegyek. Én bocsi, elfejtettem Sigwardot, kiszabadítottad? Bizony. Ő meg lett, Doxika. Ő meg lett. Amúgy a kaka az mire való? Sok DS végigjátszást néztem már, mert nagyon élveztem. Én sose játszottam és sose használják, szóval azóta sem tudom, hogy mire jó. Megnézzük neked, jó? Tardigrada. Mire jó a kaka?
Azt hiszem ez az. Trágya kupac. Maró hatással bír az ellenfére, de a felhasználóra is hat. Száraz ürülék, ami belül nedves. Az ellenfére dobva megmarja őket, ezt így most közel az ebédidőhöz. Az ellenfére dobva megmarja őket, de ezáltal saját magadat is. Habár a szaga miatt nehéz ilyet hordani magadnál, az ellenfére mért maró sebzés idővel sok kárt okozhat. Lehet az élőhaltaknak kedves emlékeik vannak ezekről. Vagy talán mégsem. Haha. Menő. Hogy lehet, a netemmel lehet valami, mert Mozilla esetében is van némi csúszás képhang terén, igaz, minimális, de attól még számomra az zavaró. Szerintem van amúgy minimális csúszás. Hangban van amúgy minimális csúszás. Bocsánat. A hang csúszik a képhez képest egy picit. Nem feltűnően, de picit. Illetve a kamera képe is csúszik valamennyit. Az se feltűnően, de picit az is csúszik. De ez nem egy olyan dolog, ami ilyen látványos. Ez csak tényleg az veszi észre, aki hibát akar keresni a streamben. De most ezt így nem izéles szólóan mondom, hanem tényleg. Hát ti mindig itt vagytok. Jó, gondoltam. Azért mondtam az Zodiac, hogy félre ne érts. Aha, tehát itt leugorhatunk, és akkor mehetünk a... Oda? Kösz. Az a jó, hogy nincs lent a lift. Azt sem tudom, hogy tudjuk most lehívni. Aha, itt van. Mobilon jó? Na, örülök. Na, srácok, sorry, hogy itt az első egy óra az ilyen takarítás volt, de hát a takarítás is valamikor valakinek meg kell csinálnia. De most már jön Volnir. Ugye Volnir az az óriás, igaz? Jorm. Volnir aki... Gyűrűket kapott, hogy az abizban ne essen le. Jó, bocsánat, igazatok van. Jó, akkor most már mehetünk játszani. Igen, az Illithid Dungeon-ös rész, az pipa, úgyhogy gargoyle és fájtok jönnek. A VT az melyik? Szerintem a World of Tanks. Vagy a War Thunder. Szerintem a War Thunder a VT, a VOT pedig a World of Tanks. A Capra Demon Boss-t az egybe egy csellel meg lehet ölni harc nélkül. Az ijászásra gondolsz? War Thunder, aha. Te már ilyen közel vagy? Hát mikor kerültél ide? Hát ez hihetetlen, mindjárt meghalok. Azért ez egy kicsit irónikus, nem srácok? Ez egy kicsit irónikus szerintem.
Most amúgy tudom, hogy eltűnt egy picit a hang. Sajna volt no fogkrém. Igen. Igen, igen. Igen, igen. Igen, ez egy kicsit ironikus volt, hogy leesett a gargoyle és meghalt úgy, hogy amúgy szárnyai is vannak. Pillanat. Pillanat, srácok. Nincs hang? Hát igen, mert kinyomtam. Bocsánat, szóval... tehát azt mondtam, hogy most kiiktattam a HDMI switchert az egészből. Reméljük, hogy így most már jó lesz a dolog. Nagyon nehéz egyébként letesztelni, hogy jó legyen, mert olyan kis időszakokra megy el, hogy az így fel se tűnik. Meg néha elmegy úgy a... Néha elmegy úgy a kép nálam, hogy nálatok nem megy el, aztán néha nálatok megy el, ami fura, mert hogy... Na mindegy, nem akarlak fárasztani titeket itt a technikai részletekkel. Oké. Aszta. Tudjátok, mit felejtettünk el? A gyűrűt lecserélni. És a gyűrűt meg erre akarjuk lecserélni. A Psychonauts 2-ről nem hallottál? Az egy nagyon régi játéknak a folytatása. Oni gyilkos, nagy nyílvessző. Itt csak egy gargoylé van amúgy. Egy kimerült katona nagy lelke. És lejjebb húztam a játék hangját. Lejjebb húztam ezek szerint. Itt lesz még egy. Itt már az asszonyok vannak. Nekik fehér ruciuk van. Nem tudom, én most azt úgy oda akarom dobni. A morcos asszony, de... Ezek a morcos asszonyok mibe másak, mert most így hirtelen nem rémlik. Húha, az mondjuk nagy probléma. Igen, meg is jött gargoylé, uraság. Várjál, léci. Kösz. Asztalan. Asztalan. Hát elég vadba van.
De szivatsz amúgy? De Sean bemutatta barátnőjének a sztárgyúvelét, a vizsgai időszak előtt nem kellett volna. Jó kis sztárgyú. Szóval ők, ezek a fehér rucisok, ők mit tudnak egyébként, srácok? Mert most így hirtelen nincs meg nekem. Azt tudom, hogy itt lesz egy vicces fight. Hát úgy értem, hogy mit tudnak, hogy a fekete változatai, fekete változata, ami a ruha rajtam van, azok el tudják szívni a max HP-mat. Szia, kakasos! Tűzköpés meg szúrás. Hello. Ó, tényleg. Köszi, Bandó. Nem szimpatikusak. Ők csak tüzet idéznek és lövöldöznek, viszont a kiskés, amit dobnak, az ütésenként tud FP-t visszatölteni, ha jól emlékszem. Wow! Szia, Iberon! Sziasztok, szép napot, így mai vizsga megírva, jött a stream. Na! Reméljük, hogy jól sikerül. Have fun, have fun. Rozsdás érme. Elvileg, mivel itt megkaptuk az Oni gyilkos nyilvesszőket, itt van valahol az Oni gyilkos is, vagy Oni akármi. Az Oni Greatsword, az ott van fönt, le kell ugranom hozzá a hídról, vagy az hogy működik? Valami ilyesmi van, nem? Szevasz, vadparaszt! Igen, és így nem kard. Ó, bocsánat, azt hittem. Valamiért úgy emlékszem, hogy ez egy vicces rész, mármint hogy utáltam ezt a részt. Hogy totyognak? Az valami tör volt. Mhm. Uha. Na, ezért. Ezért volt vicces ez a rész. Ezért volt vicces ez a rész. Tiki-toki. Hát ti meghaladtatok volna egyszerre. Így nem a két mimik miatt volt vicces. Oké, akkor ő nem mimik. Akkor ők azok? Oh. Arra emlékszem, hogy mindig amikor ide jutottam, akkor már alig volt HP töltöm, most meg ahogy látjátok, már alig van FP töltöm, meg HP töltöm, és hát azért volt vicces ez a rész, mert hogy boss előtt már nincs semmim. Hát ez kettő mimik.
Igen, srácok, Loop Hero, nagyon jó, hogy mondja a Tardigradon. Én nagyon élveztem a Loop Hero-t, és jó lenne amúgy befejezni azt a játékot is. Ha minden igaz, ha a pletykák nem csak pletykák, akkor... de jó, a kapzsiság szimbóluma. Akkor bizony, ma este 5 órakor azt fogja adni az Epic. Blost a Blackfire Orb-bal akarod ölni? Hát én nem tudom, nem tudom. Hogy kéne küzdeni a boss ellen, hogyha ott lesz nekünk Sigward, aki nyomja a pallosával? Én ezt a boss-t mindig Sigward pallosával öltem, most viszont, hogy itt lesz nekünk Sigward, nem tudom, hogy kéne ölni. Rozsdás aranyérme. Ezt hol hallottad? Redditen ezt pletykálják. De hogy ez csak pletyka? Tehát, hogy nem fix. Semmi ilyesmi. Azt a ládát... Ja, tényleg, azt ott hagytuk. Ha nem vigyázol, hamar elpatkol ő is. Nem tudom, mit kéne vele csinálni? Mit kéne csinálni? Amúgy... Jormal? Ez az egyetlen küldetés, amit megcsináltam véletlenül a DS3 belsőre. Elsőre? De ez hogy? De várjál, én nem tudom, Zakika, hogy kötelezően kiszabadítanod Sigwardot, de... Azért az elég komoly, hogyha mondjuk azt is meg kell csinálni, hogy így átugrasszott a pocsolyánál egy helyre, ahol ott van Sigward. Nem tudom, nekem ez nagyon, ez nem ment volna, ez nem ment volna, ez biztos Zakika. De amúgy GG, meg minden. Nekem ez biztos nem ment volna. Ugyanúgy ott van a trón mellett a pallos, használ te is, ne csak ő. Ó, tehát akkor föl lehet venni a pallost, és ketten tudjuk használni? Zsír? Hát akkor ez egy jó fájt lesz majd. Indítom is az előrejelzést, mit szóltok. Egy pillanat. Ha pár előrejelzés... Ez az, amit kerestem. Hozzátett, hogy véletlenül... Oké, csak ez nekem nem ment volna. És... Ez nekem bonyolultnak tűnik. Tűnt. Na hát, nagyon remélem, hogy ez működni fog. Szia Deftor! Sziasztok, srácok! Na tehát... Előrejelzés, sikerül a boss elsőre, 5 perc. Hát, azt nézem, hogy odébb kell tenni egy kicsit. Meg lehetne nagyobb amúgy. Öt percetek van, srácok. Pillanat, mindjárt meghegeztem. Nem tudom, jól látszódik, srácok? Amúgy. Kicsit még mehetne arrébb, mondjuk így valahogy. Nagyon jó.
Tessék csak, tessék megrakni a csati pontokat, nagyon helyes, nagyon szép, nagyon jó. Kinyitottam végül a ládát? Nem tudom. Nem tudom, kinyitottam végül a ládát, Konaja, amit mondtál. Kinyitottam oksa. Köszi szépen, Panda. Wow, Panda, hát 1000 éve mi újság. Ember volt benne, igen, igen. Anyu azt mondta, ne szerencse játékozok, mert rossz fiú voltam. Vannak amúgy országok, ahol nem engednek csatornapontokat használni. Pócó végtelen sok csatornapontot felhalmozott, és nem tudta használni. Hollandiában nem lehet ilyen csúnya dolgokat csinálni. Kedves vagyok, hogy ráraktam egy ezest a nemre. Most a nemmel nagyot lehet szakítani, srácok. Neked szabad volt? Konem, ezt megtudják, kitoloncolnak. Átvered itt a rendszert. Kezdek amúgy én is éjesleni, mert én csak, hogy hívják, ott tettem, Panda. Hát ilyen háztartási kekszet. Hát mondjuk a hitre tenni most egy ilyen fájt előtt nem biztos, hogy annyira megértem. Jó a szakállam, köszönöm szépen. Hát csak ápolni kéne. Hú, csak a nasi, az csak nasi. Hát igen, ez nem normális reggeli. Van 2 lút, amit én még szeretnék, vagy 3 is, 3 lút, amit én szeretnék most felvenni. Úgyhogy még mielőtt a bosshoz mennénk, azt gyorsan elintézzük, jó? Na jó, jó, jó ebéd. Ja, hogy ebéd utáni pihi van, ne, hát akkor jó csillelést, meg jó étvegyet mindenkinek, aki most tervez kajálni. Hamarosan rámegyünk a bossra, srácok. Hamarosan rámegyünk. Uh-huh. Mondom őszintén, nem emlékszem, hogy oda hogy lehet felmenni. Ha hollandi lokációval regisztrálsz a Twitch-re, akkor nem, akkor lehet nem engedni? Hát Pucó biztos nem hollandiai lokációval regisztrálsz a Twitch-re. Tuti amúgy kintről kell felmenni, igaz? Én láttam itt valami mizét, mászókát. Hopp, le is járt az előrejelzés. Na, 500 000 a poolba, az szép teljesítmény, skacok. Ezt nem hiszem el. Azt meg akarom nézni, srácok, hogy itt van-e valami loot. Szerintem semmi. Ott van egy létra. Azt hittem ez már a boss. Nem, nem, nem. A boss, azt észre fogjátok venni, hogy az boss. Rozsdás érme. Várjunk, akkor én nem is ezért jöttem. Ezért jöttem? Nem ezért jöttem. Határozottan nem ezért jöttem. Nekem az így kell. Ami tenge. A vicces cigi mehet kint, de a csatorna pontot nem engedik használni. Hát látod. A szerencse játék az rossz.
Ez a Toby Ghost mire jó? Felkeltett Toby 2-ével, és akkor megtalad, hogy mire jó. Aha, látom, ott a loot, ott van, srácok, a bottom végénél. Ok. Kedves. Igen, amikor elkezdted a DS3-at, én is kinyomtam újra, de annyira nem emlékeztem, mi hol van, teljesen elvesztem. Aj. Hát a gargoyléval nem kéne foglalkozni. Rippont. Hát de még nem tartunk a bossnál. Sikerül-e a boss legyőzni elsőre? Tehát ez nem a boss volt, srácok. Nyugi! Honi gyilkos nagyi. Hát ez amúgy íjnak tűnik nekem. Húha! És itt most vissza kell menni? Hát amúgy... Menjünk vissza. Mert amúgy el akarom osztani a flaskákat. Az igen kakasos, mennyi ölelgetést kap. Amúgy szerintem most már megvan minden, amit akartam. Jó, kiosztás, és akkor valahogy így gondoltam. Főleg azért, mert varázsolni most nem is nagyon fogunk. Brody, be careful. Micsoda komoly szakát növesztett el. Hát, ja. Nem szeretem már, amikor ilyen nagy. Mármint, hogy... Szeretem is, meg nem is. Brody, be careful. Na, el kell tennünk a fegyvereket. Amúgy elteszünk mindent. Jó. Hát ezeket nem tesszük el, nem fontos. Az eretnek botja, boszorkányák, vagy izalit bot. Ez maradhat. Shieldeket is eltesszük egyelőre. Fákja maradhat. Jó, ezeket is szépen eltesszük. Ahogy látom, itt vannak duplikált cuccok. Hogy is hívják az? Bukott lovakszet. Az marad. Egy csomó mindent tényleg el lehetne adni majd. Jó. Így jók leszünk. Régen tök hasztalannak találtam ezt a ládát. Hát, hogyha azt akarod, hogy gyorsan fölvegyél egy sapkát, a kapzsiság szimbólumát, akkor ez kelleni fog, illetve akkor is kell, hogyha mondjuk a fight közben akarok egy pallost. Ha akarom a pallosukat, akkor kelleni fog. De amúgy én is hasztalannak találtam az Akika. Itt de eddig a végjátszása még nem is nagyon használtam. Amúgy van az a cicafő vagy mi, az a fejes, az nem a legjobb mágus fejes? Hát, toxika gőzöm sincs. Nem vágom. Hogy őszinte legyek.
Ha látom ott a gargoylé. A gargoylét valahogy ide kéne csalni, vagy amúgy nem kéne vele foglalkozni. Hát megnézzük. Jó ló ráfutás. Na nézzük, srácok. Szia! Jom. Old friend. Ó, nagyon izgulok. I, Siegfried of the Knights of Katarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this. Let the sun shine. Milyen piros szeme van. Hát ezt hogy kell használni, srácok? Á, megvan. Oké, eddig jó. Köszi, köszi, srácok. Köszi, köszi. Hú, ez jó volt. Nézzétek, ő is lángol. De ő miért lángol? Köszi szépen, srácok. Na, hát akkor mehet a pontkiosztás. Sikerült a boss elsőre. Prüty! G a G-hez. Zseni zsebi 200 ezer, Zakika 140 ezer, Taki 38 ezer. Most jönnek a nagy bukások majd. Köszi szépen, srácok! Ez a... Ennek a fegyvernek a weapon artja volt az, ami miatt ilyen erősnek tűnt. A vihar király. Állj be egy pózba, hogy a kardod a vihar erejével ruhánsz fel, az óriások ellen a leghatásosabb. GG, bár így mondjuk nem volt túl nehéz a boss, hogy a harc nagy részével a falat ütögette. Izé, harcolt Siegwarddal. Azért nem velem harcolt, mert úgy néz ki ez a fight. Ez a fight azért nézett ki így,
mert itt volt Sigvard a küldetésével, és általában azt támadja a boss-t, aki a legtöbb sebzést üti rá, vagy aki a legutoljára sebzett bele, nem tudom pontosan ez hogy működik, itt a végére egy kicsit kezdett fagyos lenni. Hát, de ott az első trájnál nem a bossig akartam menni, kakasos. Nem a bossig akartam menni, hanem lootolni. 5 percetek volt tenni a pontokat, és addig én meg be akartam szedni ezt a nyilat, vagy mi íjat, ami amúgy itt van. Az Oni íj. Igen, Oni gyilkos nagy íj. Arra fogadtam, hogy te harcolsz a bosszal, nem az a Michelin baba. Hát de most, hogyha nem figyelitek a végigjátszásomat, akkor nem tudok, hogy bocsánat, sajnálom srácok, hogyha így nektek csalódás volt ez az előrejelzés. Tudtátok, hogy milyen végigjátszásom van, vagyis legalább figyelhettétek. Most így ne haragudjatok. Jorm amúgy se nehéz a Stormbringerrel, igen. Na, srácok! Akkor ez a fegyver már nem kell, és akkor beszélhetünk Jormmal. Szevasz, Télon! I'm in your debt once again. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. Kinek ígérte meg egyébként, hogy Jormmal meg fog küzdeni? Sigvardra gondoltam, Szati, igen. Long may the sun shine. Jormnak magának ígérte meg, hogy meg fog vele küzdeni, de miért akart ilyet? I'm going to have myself a little nap. The only thing to do really after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Tényleg amúgy... Lothric herceg a te kezeidbe van. A cutscene után majd nézzünk vissza, oksa. Épp azt akartam megnézni, hogy most akkor, ha jól emlékszem, én megvettem az ő szettjét. Most jön az igazi harc. Szerintem Hofi Gergő nem nézte az előző részét a végigjátszásunknak, hogyha arra gondol, hogy a Dancerrel fogunk megküzdeni. Igaz? De csúnya lett. Nekem megvan, ha jól emlékszem, Sigvardnak a szettje. Szevasz, Fülöpuba. Mert Cinder lett, ezért harcolt vele. Mindjárt elolvassuk amúgy a lelkét, meg ilyenek. Semmi gond, Gergő, semmi gond. Nem is beszólásképp mondtam. Pont az előző streambe győztük le a Dancert. Then touch the darkness within me. Jó, mehet a hitre. Ja, és azt akartam megnézni, hogy akkor megvan-e nekem Sigvardnak a szettje. Valószínűleg amúgy nincs meg, mert amit én megszereztem, azt oda is adtam neki. Tehát, hogy az nem lehet meg nekem. Elfelejtettem amúgy felvenni ezt a kapzsiság szimbólumát, nem tudom, nekem ez nem áll a kezemre. Ja, így lehet, Y-nál lehet átváltani. Ja, nincs meg. Szóval, mert Cinder lett, azért harcoltunk vele, mert hogy azért akart harcolni vele.
Nézd meg a fejest is. Oké, és megnézzük majd. Hát kár, hogy keveset tudunk most jól, hogy ő micsoda, kicsoda. De talán majd a lelke az így segít nekünk abba, hogy erre fény derüljön. A vihar uralkodó még egyszer. Szúró pajzs és a katarinai szett. Szegény. Most megölte magát, nyomott egy szeppuput? Ez az ő endingje egyébként Szigvornak, hogy megküzd és meghal. Ez eléggé lehangoló. Egy kicsit. Olyan, mint a DS1-ben minden undead halló lesz, amint elveszti az összes célját. Szomorú. Itt ugye mindegyik Lord of Cinderhez tartozik egy NPC questline. Ha jól értem, akkor... Amúgy ezt én nem tudtam. Aldrichhoz tartozott volna... Azaz A betűs csajszi, akinek most hirtelen nem ugrik be a neve, de hát ő a feleségem, csak nem ugrik be a neve. Horész és Ari. Igen, Ari az, aki Aldrichhoz tartozott volna. Uh-huh. De nem emlékszem, hogy például a... Hát a Fire Demon King, vagy Old Demon King, bocsánat, nem tudom a nevét, hogy hozzá például kitartozhatott. Na jó, menjünk vissza. Ki szólott egyébként az előbb itt a cutscene-nél? Ki az, aki szólt, hogy most jön Lothric, vagy kicsoda? Az Old Demon King nem Cinder? Oppácska. Na és Volnirhoz kitartozott. A nő, aki a Dancernél van. Ja, az öreg néni szólt, aki már meghalt. Hopácska. Hopácska, akkor a szemezt megtrollkodtam. Ludlet? Ludlethez is van amúgy NPC? Lothric szent lovag. Vérvonalának végső reménye. Akkor Lothrickkal kell majd megküzdenünk, oksa. Bocs, testvér. Az örvény őrzés. És az Abyss Watcherhez milyen küldetés tartozik? Hawkwood. Az ez a csávó volt, nem? Nem. Ő nem az a csávó. Hoppácska. Hát akkor az ő küldetése kibaradt. De igen, látom. Ő nem is biztos, hogy már itt van. De itt van. What a sick joke. Ő tartozott az Abyss Watcherhez. To seek the Lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. Az övét még végig lehetne vinni? Oh! De amúgy megnézem. What is it now? Bocs, ez egy Ctrl-Shift-T volt, hogy megnyissam az előző lapot. Őt meg lehet idézni. Firelink Shard, oké. Faron Ring. Azt mondja, ha
Az Abyss Watcher, a Great Wood, a diakónusok és a Crystal Sage halála után Hawkwood elhagyja a Shrine-t, és odaadja Andrénak a shieldjét. Ez fura. Na jó, de hát akkor miért nem hagytál a Firelink Shrine-t? Már nem a boss fight alatt halt meg. Én furcsáltam itt az előbb, amikor harcoltunk, hogy Jormnál én nem láttam Sigvornak a HP-ját. Ez normális? Normális, hogy nem látszódott a HP-ja? Mert most neki oda kéne adni a gyűrűt. Good. The firekeeper must be twitching with delight. But what do you really know about these lords of Cinder, these supposed legends? Let's take Aldrich for one, a right and proper cleric. Egy igazi lelkész, csak elnyeri az embereket, Aldrich. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? Tudva, milyen infót mondott itt Aldisra, amit amúgy már ti is mondtatok. At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads. If you've the strength for it. Ezt már kicsit le vagyunk maradva a vele való párbeszéddel. You haven't given up yet. Then you're a brasher lad than I thought. You can make better use of this. Nehéz drága kő. I don't need it. Not now I've flown the coop. The undead legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three. Mondom, egy kicsit lemaradtunk itt a párbeszéd, de most szólt arról, hogy el kell oldani az oltároknál a lángokat, és akkor tudunk az Abyss Watcherhez menni. I pity the sorry souls. Gaining admission to the legion, inside their even accursed undead want to believe they're special. It seems. I pity the sorry souls. You offed the Lords of Cinder, the Undead Legion. So that's how they're delivered to their thrones. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Vagy kuncagért. Ha, I failed to thank you for helping them find their final resting place. Ó, és itt a farongyűrű. I pity the sorry soul. Oké, akkor ezek szerint meg vagyunk, srácok. Úgy néz ki, hogy kimerítettük a vele való párbeszédet, és akkor ja, ezután fog majd elmenni. Andrénak fogja adni a shieldjét. Nem tudom, hogy most, ha még itt van, ha elmegyünk Jormhoz, aztán meg vissza, akkor remélhetőleg már nem lesz itt. Na, srácok, nézzük.
Látszólag már nincs itt, úgyhogy irány André. Balzsa valójában kint lesz egy sírnál? Hát egyébként. Tehát, sőt, biztos is. Én nem tudom, én csak olvasgattam. Ez jó, nem? Oh, by the way, if you find any, they can be used without those and they'll all, huh? Ennyi? Azt hittem, hogy ennél többet mond nekünk, André. Weapons and protect, but when, oh, when they use a powder, but should I bait it, so handle them with care, if you would. There are some weeping, bring this in battle, you. Okay, hát akkor, ez ennyi volt. Nem tudom, kiolvasta vagy látta, hogy ma Dark Souls lesz ingyenes, ez igaz? Hát, ja, én nem olvastam ilyen. Én a Loop Hero-t olvastam. Mármint, hogy ingyenes lesz. Ja, hát nem, ilyet én nem olvastam. Én, én Blade Kánkat olvastam, hogy a Loop Hero lehet, hogy az lesz a mai, de tehát, hogy ilyen nincsen, hogy valami biztos. Ha csak nem leakelték ki az egészet, de hát az eddigi leakerek úgy néz ki, hogy csak átverték az embereket. Na és azt mondtad, hogy egy sírnál lesz kint, itt lesz a Firelink Shrine körül az a sír. Ja, szegény questjét sose csináltam, csak láttam. Az első szintén nem kell megküzdje le? Hát én nem tudom. Az helyzetén sose foglalkoztam vele. Igen, ha bentről mész ki balra, ahol a kutya volt, akkor az kint lesz. Ja, tudom, mert az arra lesz, nem? Ja. Kösz szépen amúgy elpett, srácok. Na, elvileg itt van egy sír. Hawkwood pajzsa. Na ezt is majd elolvassuk. Sírnál, majd nézek a kardot. Hát ez olyan, mint a... Nem jött eszembe a DS1 DLC-s kontentjének az első bossza. Artorias? Ez Artoriasnak a kardja? Ez az lenne. Ezt Hawkwood teszi oda amúgy? Ezt a kardot? Vagy ez már egyébként a játék eleje óta ott van? Na nézzük egyébként, hogy állunk itt a hamvakkal. 1-2-3 hamv megvan, most már csak úgy néz ki, hogy Lothric-kel. Na azt mondom csak, hogy a bossra gondoltál. Na, akkor ki ez a kard egyébként? Jó, nézzük milyen küldetések maradtak még nekünk. Tehát Sigward megvan, Orbeck kell még nekünk. Orbeckkel most már el kell kezdenem foglalkozni, srácok. Sigward bezár, Patches talán majd most jön. Kárla meg lett nekünk, úgyhogy őt is bezárjuk. Júria és Orbeck, ők nagyon össze kapcsolódnak. Gréret is talán majd most jön. Becsizés Gréret az most jön, meg Orbeck is most jön. Siris questjét nem csináljuk. Nem is tudom, hogy tudnám-e egyáltalán még csinálni. Back again, I see. Perfect timing too. Van nekünk ilyen, hogy Logan Scroll. Nem biztos, hogy neki akarom odaadni. Már nem hiszem, mivel Pontifex és Aldrich halott. Ja, akkor igen, azt már nem tudjuk csinálni.
Na, úgy néz ki, hogy ezt a Logan's Scroll-t, ezt csak is kizárólag Orbeck-nek lehet adni. És ezt a Logan's Scroll-t, ezt arról a pocsolyás templomos kezekkel teli helyről hoztuk. Ja, hát akkor ezt átadjuk. Oh my! You've made quite the discovery. This is a scroll of the prodigious Big Hat Logan, a masterful sorcerer, long missed in Minheim. And now we have his scroll, right here in my very hands. Fejes, amit mondtam, busztolja a szpeleket. Ó, okés. Mindjárt nézzük, Doxika. Promise to stay safe. Az nálam van? El tudod mondani annak mi a neve? Szia, Miss Daisy. Oh. How do you like this? Is a sign, a cipher. Employed by sorcerers who use quietude to their advantage. Throne of Dusk. Szunyados sárkány címeres gyűrű. Ajaj. Ezt mikor adja nekünk? Slumbering Dragon Crest. Aha, tehát hogyha megveszik a Faron Flash Swordot, a Pestilent Mistet, az Aural Decoyt és a Spookot, akkor megtanítja nekünk ezt, illetve a Silent Gesture-t. Oké. Na, úgy néz ki, hogy mindent meg kell venni tőlem. Meg tudjuk majd idézni Lothric-nál. Nem tudom, hogy kell-e, vagy... Nem tudom. With this, you can be sure to tell friend from foe from your very first encounter. Nem kell, opcionális, aha. One that you deserve to know. I don't mean to seem over in exchange for the fall. I hope you're okay. Not. A Lothric meghal, mindegy, hogy megidézted vagy sem. Oksem. Nem tudom. Azt mondja, Logan Soul Spirit hozott ő. Igen, ezt. Illetve hozta nekünk a Homing Soul Mast, az ez. Hát én más nem is akarok amúgy. Nagy faron fullánk, meg a nagy lélek nyíl az már megvan, ha minden igaz. Pillanat, srácok, meg kell, hogy nézzem. Nagy, nincs meg. Faron fullánk az megvan, a nagy lélek nyíl az sincs. Annyit, hogy az egyik megvan. Amúgy megveszünk tőle mindent. Az faron villan. Nagy fa, na akkor nincs meg. Hülyeséget mondtam, akkor nincs meg. Jó, most már mindent megvettünk tőle, amit csak lehetett. Oké, tehát akkor most már nem lesz gáz, hogyha elveszítjük. Szia, farkasgölyök! Üdv mindenkinek, srácok! Megvettünk mindent Irinától is, viszont neki még kell egy scroll, ami ott a Lothric fele lesz. Oké. Oké, nem tudom, hogy tőle... Nem tudom, hogy neki titani darab 2. A titani darab az a Titanite Slab, nem? Gondolom én. Na menj már! Kartus lángív, kartus fényjel, a sebzés a folytonos támadásokkal nő. Tehát chunk, aha, tehát akkor nekünk még chunk kell. Saf hullám. Káosz VR. Ezeket megnézzük. Bűséges izzadás. 1-2-3, sima, 4-5-6 large, 7-8-9 chunk, aha. És akkor a 10 lesz majd a slab, nem tudom, hogy lehet egyáltalán olyanunk. Vagy tette a hétvége? Gyorsan, nagyon gyorsan. Szia, Pac-Man. Megjöttek a rokonok Angliából, úgyhogy családozással.
Szia Perpit, üdv mindenkinek. Na tehát akkor ezeket most kivesszük, és akkor megnézzük az újakat. Például ez biztosan új. Aztán a lélek lándzsa is új. Fényvarázslat már megvolt. Oké. Tűzhullám, tűzes ostor. Tűzvihar. Azt hiszem a meggyalázott láng az új. És a káoszviart azt már nem tudjuk berakni. Hát akkor mehet a káoszviar. És akkor megnézzük ezeket. Szia Long Tommy. Meg lett Jorm elsőre. Snap-et később fogsz találni, de azt venni sehol se lehet. Aha. Na megnézzük srácok ezeket az új képességeket. És akkor mindjárt megyünk tovább. Hát... Halló? You have returned. Hát... Hát... Aztán, az mondjuk gond. Igen, ez még mindig a Gadran Avenger. Hát hallod, elnyomhatom a képességemet? Vagy mi lesz? Ez meg mi ez? Hát köszi szépen a 9 hónapnyi töretlen támogatásodat. Gratula az újabb badge-edhez. Oké, okay. Hát ez a káosz viar egy elég menő képesség. Srácok, már regenek a szövegek, ez meg mi eznek. Mizus Avenger. Azt mondja, hogy Cant. És akkor Yolo. Ja, hát ez iszonyatosan menő ez a képesség, srácok. Brutális. Jó, hát ez, nem tudom. Valószínűleg ezeket még boostolni kéne, hogy ennél jobb legyen. Ezek a sima varázslatok olyan gyengúszok, nem? Our illustrious champion returns. Welcome home. Welcome home. Nagy tűzvész. Tűzvihar. Igen, meggyalázott láng. Bőséges izzadás. Nagyszerű, itt vannak a gyógyítások, feltöltődés, szírógató könnyek. Szerintem ezt se láttuk még. Jé, milyen infé statod van? Hát, parancsolj, itt van, 40-29. Üdvözlöm mindenkinek, srácok! Köszi szépen a pergetéseket, illetve köszi szépen farkaskölyök a támogatásodat imáron negyedik hónapja, méghozzá ír 2-vel. Köszi szépen farkaskölyök. Na és akkor kaptok még egy ilyen kántálást farkaskölyöknek is, jó? Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Hát nincs bírás veletek, srácok.
Jesus. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Hát Tardigrada, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Köszi szépen, hogy Preacher és Scaurus második hónapját lehetővé tetted, illetve Soulsmith. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Soulsmith, Birike és The Wise első hónapját. Köszi, köszi. Köszi szépen, Tardigrada, az ötös feliratkozás ajándékozást. Srácok, pergetni kell, nincs, nincs mese. Na és megkapjátok a kántálást is. Kántálás. Alcatraz, köszi szépen neked is a 100-as sírt. És most indult egy újabb kántálás Tardigradának, az új és visszatérő vadászoknak is. Szintúgy. Aha, tehát ez... Wow! Azt hiszem amúgy ez szívás lesz. Ezt nem ezt akartam elnyomni. Egy jó kis bőséges izzadás. Aztán jöhetnek a cirógató könnyek. Jó, és akkor a végére a meggyalázott láng. Köszi szépen a pergetés, srácok. Oszta! Ez nem jó. Most meg kifagytunk. Jó, hát szerencsére ő már tovább nem tud jönni. Haló? Ez a képesség menő, hogyha éppen valaki egy helyben áll. Vagy hogyha sokan vannak egy helyen. Akkor amúgy elég király. De ez a meggyalázott láng azért, valljuk be. Hát jó, akkor mindegy. Szóval Jerry Lee. No. No, no. No. Nem. Ez nem. Eddig egyik sem. Van itt még valami, amit esetleg nem láttunk? Az erőkibocsátást néztük, az erőt is néztük, az istenek haragját még nem tudom használni. Hát, amúgy... ennyi. Ennyi, srácok. Hát akkor berakjuk szépen. Tehát kell a fekete tűzgömb. You have returned. No, no. Mike, köszi szépen a 28 hónapot. Wow. Köszi szépen, Mike, a támogatásodat. Elképesztően jól... Stangeröli az enemit, ez a fekete. Fekete láng. És amúgy elég jó a sebzésünk is vele. Tehát akkor nem hátra kell, hanem oldalra. Úgyhogy ez a fekete tűzgömb, ez jó lesz akkor. Megtartjuk, jó srácok, ezt a fekete tűzgömböt. Ez brutális. Ez brutális. Ezt nagyon élvezem.
De ezek az enemik víkek a Dark Damage ellen, és pont, hogy ellenállók a tűz ellen, nem? Á, ezt nem tudtam amúgy, hogy ők víkek. Azt tudtam, hogy a tűzem az alig sebez rájuk. Köszi szépen, srácok, mindenki, aki részt vett itt a Hyphonadban, a 8 feliratkozást és a 100 bitet. Köszi szépen. Köszi, srácok. Én is ezt a derp kutyust kaptam. Na, azt mondja, hogy a Mike-nak is meg kéne pergetni, mit szóltok. Na. Köszi szépen, Mike, a 28 hónapot. És még kapsz tőlem 28 szveget is, mit szólsz. Rüty! A kényelmes vadászok meg nyomatják a kántálást. Jó. Oké, hát megnéztük a képességeket. Meghalt Jorm, mehetünk tovább. Igaz? Mehetünk tovább még hozzá a Dancer fele. Ja, mert hogy Orbeck-től megvettük, amit csak meg lehetett. Jó. Jó. Igen, tudom már mit akartunk megnézni, srácok. Egy dolgot elfelejtettünk. Megnézni, hogy mit írnak itt a lelkek és a fegyverek. Vannak fegyverek? Na. Hát katonai lovagok használták ezt a szúrópajzsot, tehát ez nem volt túlzottan izgalmas. Set. Katarinán kívül gyakran gúnyolják a hagymaszerű formája miatt, felbőszítve ezzel a büszke lovagokat, de a mester ilyen kovácsolt, hajlított tervezést teszi igazán hatékonyan hárításkor. A kapzsi teremtményfeje, ami kincses ládákat utánoz, viseletet, ha úgy kívánod, megnöveli a legyőzött ellenfelekből beszerzett lelkek mennyiségét és a tárgyak felfedezési esélyét is. De a megjelöltek átka elszívja az életerőt. Eme teremtmény alakjára egyfajta jelölésként, egy véteg büntetéseként tekintettek. Most itt eszembe egyébként, hogy van nekünk egy képességünk, amit mindenféleképpen meg akarunk nézni. Azt mondtátok, hogy van egy varázslat, ez az útmutatás keresése, ami felfedi a titkos falakat. Sziasztok, régóta gondolkodok a Dark Souls-on, billentyűzetel nagyon rossz? Hát figyelj, Donát, én nem egy embert ismerek, aki egérbillentyűzetel DS-ezik. Van, akinek ez jön be, van, akinek az. Ja, emberfüggő. Szóval szerintem meg érdemes belekezdeni a DS-be, egérbillentyűzettel is akár. Oké, és na, lelkek. Jornnak az óriásnak a lelke. Az áldás lelkek egyike, erővel átitatva. Igen. Jorm egy ősi hódító leszármazottja, de az általa meghódítottak kérték tőle, hogy vezesse őket kezében egy súlyos pengével és egy kőkemény pajzsal. Mi? Mármint értem, hogy mit ír, de hogy így ennyi. Hát... Akkor jó. Ha ez ennyi. Akkor ennyi, srácok. Gyűrű? Van még gyűrű, talán, ami érdekes. Na. Egy Windheimben, a varázslatok otthonába található titkos varázsló C tagjainak gyűrűje tompítja viselőjének zaját. A sárkányiskola fensőbsége gyakorol a Windheim felett, és temérdek gyakorlott bérgyilkossal rendelkezett. Oh. Ez ennyi? Azt hittem, ennél durvább a dolog. Arra vagyok még kíváncsi. Egy dolgot meg akarok nézni. Hogy így milyen lesz?
ok! Nem tudom, mi volt ez arról. Nem szeretnék róla beszélni. Erről sem. Nem nagyon használtam még amúgy ezt a ládát. Mert nem vagyok hozzászokva, szimplán. Hát amúgy így adott 14 ezret, egyébként meg 10 ezret ad egy kör. Aha, jó, akkor most már tudom, hogy itt kell farmolni. A Bloodborne-t várom PC-re, de ez sose fog. Hát igen. Sose Bloodborne PC, bizony. Ja, tudom, hogy ez a HP elszívós láda. Szuper. Oké. Okay. Fejlődjünk. Fejlődjünk, menjünk haza, játszunk tovább. Farmolni? Hát igen, farmolni. Kell farmolni. Azt hiszem kell még 10 000. Ja, nem. Akkor nem tudom, mit halusztam. Then touch the darkness within me. Ne idegesíts, hova farmolsz már? Hát, nem tudom, valami ez jó lesz majd farmolni, hogyha kellene. Csak kíváncsi voltam, megnéztem meg ilyenek. Fú, most amúgy nagyon paraszt leszek, srácok. E-Hunter most nagyon paraszt, tudjátok miért? Unalmas dolgok következnek, unalmas dolgok. Ez ilyen unalmas DS streamek. Na azért következnek unalmas dolgok, mert 30-as lett a fate-em, és így tudok kirakni újabb képességeket. Tehát... be tudjuk tenni most már... ennyi. Hát akkor sem. Ismét halott. Nem? Az már volt. Csend fogadalom. És volt még itt, igen, ez a villámló penge, ez is újdonság. És akkor mi volt még itt? Ennyi? Hát akkor ez lehet, hogy ennyi. Akkor ennyi. Ha nem vittem végig a DS1-et, úgy megéri elkezdeni a 3-at? A 2-t is ki kell vigyem? Hát figyelj, attól függ, hogy mit szeretnél. Tehát, hogy szerintem önálló részként is élvezhető mindegyik DS. Backend főleg Donát. Na nézzük. Tehát akkor csend fogadalom. Na nézzük ez hogy néz ki. Plotty. Plotty. Ennek mekkora a range-e? Hábé mennyi idő árom? How long to beat? Ezt nézzétek meg és akkor meg tudjátok, hogy mennyi óra végig játszani a játékokat. Wow. Ez amúgy menőn néz ki. Viszont most kell egy bot ebbe a másik kézbe, ide pedig egy kard, ami mondjuk ez. Akkor nem tudom. Nem ezt akartam. Akkor... hát akkor... most éppen azt nézem, hogy lehet használni ezt a képességet. Tehát... a jobb kézben levő fegyvert villámlással erősíti fel, és ez egy csoda. Ez nem az. Ez nem az a varázslat, amit írtja a varázslást a közeledbe téged is beleértve? De, ez az. Nem tudom, ez nem megy. Kell... még FP. Nem tudom, akkor mi a gond? Ezt a kardot nem lehet, mert spéci. A fene vinnél akkor ezt a kardot. Akkor viszont nincs nálam semmi. Szerintem.
Ja, most nincs nálam semmi. Ja, nem minden fegyverre lehet pakolni. Köszi. Nem tudtam, hogy ez spéci. Mármint, hogy... Hát tudom, hogy spéci, de hogy... Azt hittem, hogy csak az a... Az a... A jobb alsó sarokban az a bigyula számít. Most jól el is raktam. Na, tehát akkor mondjuk ezt elővesszük. Na. Köszi szépen amúgy srácok a help-et. Na, nézzük. Oh, Nice. Ilyen az ugrás. Hát igen. Mindjárt odaérünk. Mondjuk, ha kivenném, gyorsabb lenne. Valamire azt érzem, mókás, neked jobban tetszene az a végigjátszás, amikor a fium pallosát lóbálom, igaz? Jó, most már akkor tényleg játszhatunk? Ide kell visszajönnünk. És a Zord völgy táncosa. Szia, Budi Matador! Szevasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Orbex-től akkor megvettünk mindent. Orbex-től akkor megvettünk mindent. Hawkwood majd jön. Oké. Ez itt már nem kell nekünk, az se kell nekünk. Hát mit mondjak, az első végigjátszás mindig kétkezes brutalizer kell legyen. Én úgy nyomtam. Ameddig itt egyébként zárogatom be a dolgokat, addig megmutatom nektek. Na, repócó! Ha megtalálom, persze. Játék betöltése. Azt hiszem amúgy Erina. Ő kell nekünk. Igen. Lothric kastélya. Az kell nekünk most, így van. Most oda fogunk menni. Na hát ez volt a kétkezes móka. 50-es erő, hatalmas kardok, hatalmas pallosok és pengék. Ja, nem így kell kilépni. Ja, most már akkor játszhatunk. A rózsa pipa. Melyikkel is vagyunk most? Lajossal. Így van. Lehet megveszem és el is kezdem, mert nagyon bejön. Na, hát jó szórakozást hozzá. Have fun. Egy gyors kérdés a szakértők felé. Menjünk el Oceiros felé? Az a kérdésem. Menjen Oceiros? Persze. A szívás most mi? Nem tudom, hogy az hanyas szintű terület. Have fun, die a lot. Biztos azért mondjátok, hogy menjen, mert az lesz a szívás, mi? Mármint, hogy ti olyat sose csinálnátok. Ez lesz majd a shortcut.
Te mindig így szoktad? Komolyan? Hoppá, túl sok bot van a kezemben. Igazából arra érdemes most menni? Uh-huh. Jól van. Szám a smile. Hát, és akkor levédi. Hogy volt Merced? Azt hitte, hogy megvajaszhatja a pallosát, de hát én nem hagyom. Gandir 2-vel akarod összeakasztani a bajsz? Hát majd igen. Jó lesz. Érzem, jó lesz. Nem tudom, itt le lehet-e ugrani, vagy van-e valami ilyesmi rész? Valami, mintha rém lenne. Vagy rosszul emlékszem? Vannak valami liftes trükközések, vagy lejutós trükközések, nem? Lehet, hogy rosszul rémlik. Ott van. Liftből kiugrás van, aha. Ja, akkor... Most akkor föl? Ohoho. A terület pályróval könnyű, a boss már más kérdés. Megnézzük majd a bosst is. Majd lehet rá fogadni is. Hány boss van egyébként, srácok, a DS3-ba, a DLC-k nélkül? Aha, ott van loot. Itt nem emlékszem, aha, itt is van loot. Igen, pályróval azért könnyű, mert ezek pont érzékenyek a tűzre. Pont érzékenyek egyébként a tűzre, így van. Aha. Akkor már a vége fele vagyunk, nem? A felén akkor már túl vagyunk, skacok. Na-na. Hát nem tudom. Valószínűleg a vajazás miatt nem olyan érzékeny. Érdemes egyébként mindhármat végigvinni. Ha tehetitek, akkor kezdjétek az elsőtől, és legalább látjátok, hogy hogyan fejlődött a játék. Na basszus, csigusz! Kéne a másik tűzgömb. Tehetitek a más... Nekem eddig a pillanatig a második rész a kedvencem. Melyik bossra mondtam azt, hogy a legnehezebb? Nameless King. Bár DLC-s bosszokat nem öltem még egyedül sose. Nameless King-el is csak trájoltam. Szóval így... nincs olyan rálátásom a dolgokra. Ennyi?
Őt nem érdekli? Ez a Biedel 3 próbában meg lesz a ném lesz. Bárcsak mókás. 27 boss van DLC-kkel együtt, aha. Már játszottam a DS3-mal. Korábban is. Ugye mutatom. Itt van, 174 órán van. Ez amúgy toxik, vagy mi ez, ami itt van a karakteremen? Ez igen, toxikok sem. Csak mert akkor oda úgy mennék be. Szia, Robert! Sokszor bírt függ, vagy éppen, hogy challenger csinálsz, hogy sem, ez se legyen, még a diakonusok is ezek, aha. Ja, hát amúgy minden bossnak más a... Minden boss ellen más, ami erős. Ó, titani darab, na ez az, ami kell nekünk. Jó. Ja, van nálam boss. Van nálam boss, csak még ki akarom találni, hogy merre menjünk először. Szerintem erre. Szerintem erre fogunk először menni. Ha tehetem, persze. Most teljesen fel kell mennünk, hogyha a shortcutot unlockolni akarom, ugye? Ja. Nagyon úgy néz ki. Hát rosszul vannak elosztva a flaskáim. Üdv, rég jártam erre, érdekes, hogy a DS hogy összefújja itt az izé embereket. Na hát ez jó lesz. Ez jó lesz. Nesze! Oké, ott is van egy. Hát de azt valószínűleg nem tudom kitargetolni. Oké. Nagyon jó. Ők ott healerik egymást. Meg mit csinálnak még? Már semmit. Jó. Nagyon jók amúgy, micsoda? Rikers azt mondja, hogy érdekes valahogy nekem egyszerűen ment a Nameless King, de lehet, hogy arra már jobban belejöttem. A DLC-s bossokkal én még nem harcoltam, de tervben. Frida amúgy nagyon jó. Hát, meg amúgy nem csak Frida. Midir is, meg Gale is. De ilyen erre a Kalhel bossba, főleg DLC-sbe, akkor szóval is mehet a kop. Hát figyelj, előbb hagyom abba a játékot, mint hogy kópozzak. Most ez nem ellened szól, farkaskölyök, félre ne érts, de alapvetően egyedül szeretném végigjátszani a játékot. Zelda Ringet már? Hogy a fenében, ne? Nagyon tetszenek a mechanikák, az újítások, amit ha nem egy újabb DS, vagy egy mit tudom, ilyen más Souls copy. Amúgy valószínűleg most vissza kéne mennem, aztán meg itt átfutnunk. Azért kéne visszamennem, mert kevés a manám, amelyint a fókuszpontom. De hogy ne használjuk el azt a toxikus cuccot, itt lemegyünk a lifttel. Meg ki tudom hílálni. Ja, Homeward bónozni fogunk. Fel akarom szedni azt a lootot, ami ott volt középen. Jó, azt hettem, köszönöm szépen. Pont most a mai streambe váltottam át. Milyen fura, hogy a toxikus mocsáról volt szó, és rögtön megjelent Vega. Vega ilyen toxikus, azt mondom? Ennyire nem szeretitek a DS2-t?
Mondom, én ilyen különc vagyok, hogy én imádtam a kettőt. Ezek alapján. Van valami loot? Én nem láttam semmit. Ha oda kell majd mennünk, és ki kell írtani a csiguszokat. Ha ott vannak csiguszok. Hát, oké. Ja, hogy már rajta van, akkor mindegy. Karom. Ó, árny szett. Most van heal, úgyhogy bátran. Ja, hogy Máté. Jól van, én azt hittem, hogy Souls mét, mint mét, de akkor Máté. Jól van, megvannak a cuccok. Még csak honvárdoznom se kell. A manikáim nem jöttek be a docsi rendszer, meg hogy árnyékomat ütik és sebződök. Aha, aha. Megmondom őszintén nektek, nem a bosszok miatt tetszett meg amúgy a DS2. Többszörösen összetett szójáték. Áááá. Nem akarod elrontani? De, nagyon jó, hogy felhoztad, Doxika. Én ilyen felejtős ember vagyok. De két kiejtés 100%-osan megfelelő? Ó, okés. Na. Mindjárt olvasom, hogy miket írtatok. Ja, itt van. Oké. Tehát. Szerintem, ha nem DS lenne a neve, hanem Lords of the Fallen, akkor kevésbé lenne népszerű. Amúgy a Lords of the Fallen is tetszett nekem. Igaz, azt nem játszottam végig. Sőt, az első 5 órányi kontentet nyomtam csak belőle. Egyből addig jutottam. Igen, van egy csomó jó ötlet amúgy a DS2-ben. Nekem például a fákjázás az rohadtul tetszett. Meg az is tetszik, hogy ki van használva az, hogy tönkre mennek az itemek. Tudom, hogy valószínűleg ez sokaknak ilyen pain in the ass dolog, de hogy alapvetően ez tök jó. Most itt a DS3-ban hányszor kellett megjavítani egy itemet? Na ugye, egyszer sem. Visszamegyek Andréhoz, mert el kell osztanom a flaskákat. Bár amúgy mindjárt boss jön, szóval lehet, hogy nem is kéne vele foglalkozni. Megnézzük azt a cuccot, amit Doxika mondott. Hát jó, csak DS2-ben van rengeteg boss, azt amúgy... Ó, hogy nincs nálam. Tehát, hogy rengeteg boss van a DS2-ben, de... Van, amikor egy sima menemi egyszerűbb, mert hogy nehezebb, mint egy boss. Szóval azt mondtátok, hogy Crown of Dusk, vagy mi. Hoppácska, valamit átraktam. Ha meg vagy, mit raktam át, ezt. Amúgy ez pont egy korona, de az nekem szerintem... De itt van. Tollas korona, amit Olla Cille hercegnőjének adtak, ami valaha az ősi aranyvarázslatok földje volt. A védelmező Elizabeth áldásának hála, ez megnöveli viselőjének varázslatainak erejét és hatását, de ugyanakkor megnöveli a varázslatoktól elszenvedett sérülést. Jó, legyen. Szias, Jengor, úgy mindenkinek. Hát nálam lesz. Azt majd jól megöletem magam. Igen, ez ilyen glass cannon cucc. Nekem a fegyvertörés az minden játékban fáj, a Zeldát is megvettem. Megtudtam, hogy eltörik minden fegyver, és azóta se nyúltam hozzá. Életem a legjobb játékvásárlásének egyike. Pedig amúgy annak az a szépsége, hogy használd a cuccot, ne gyűjtögesd. De amúgy én is
nagyon morcos voltam, amikor megtudtam, hogy ez ilyen, de amúgy valahol ez meg szép. Nem? Nem tartjátok szépnek a Zeldás Veronikát, hogy tönkre mennek a... Au. A fegyverek. Nekem pont az Zelda, ahol bejött a törés, minden máshol felidegesít, aha. Ja, igen, tehát a Zeldába tönkre megy, a DS-be meg meg kell javítani, de amúgy, ja, meg lehet javítani. DS1-ben is már volt javítás, de a DS2-ben nagyon brutális. Hát a 3-ban meg mondhatni nincs is, nem? Tehát, hogy itt én még egyszer se javítottam. Azt hittem, hogy kell még egy. Persze, nyilván nem nagy dolog a javítás, de azért kellemetlen, hogyha éppen jön. DS2-ben főleg a DLC-be tölnek a fegyverek, de mintha muszáj lenne nekik. Hát nem tudom, nézzük. Káoszágy maradvány. Haló? A new subscriber arrives. It fills you with determination. Mágikus kőtáblás gyűrű. Hú. Már most ver a szívem, srácok. Demenszurológus. Remélem, hogy jól mondtam a nevedet. Köszi szépen a támogatásodat. Üdv immáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Hát, de most nagyon durván ver. Most, hogy itt vagyunk Osiris előtt, nagyon durván ver a szívem. Ez már az, nem, srácok? Ja, hát ez már az. Ez már az. Kérdőjel, srácok? Na mindegy, majd rájövünk. Jézusom, vadparaszt, köszi szépen az ötös feliratkozás, ajándékozást. Praise the sub. Pergessétek, srácok, a szövegeket vadparasztnak. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Finally taken notice, have you? Ő Gwinevere-nek a férje, nem? Our modest fellowship expands. Praise the sub. Well, I will not give him up. Az egyik férje. For he is all right. Our modest fellowship expands. A másik meg Seat. Praise the sub. Ki? Vadparaszt? Nem. Osiris. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Ah, dear little Ocelot. Where have you gone? Are you hiding from me? Come on. Ocelot! Megütött a farkával.
Ó, bocsánat, nem írtam ki előrejelzést. Az mi volt? Basszus! Hú, akkor Gwyndolin? Gwyndolinnak a férje? Nem Guinevere-nek? Basszus. Hú. Az a gond, hogy most nincs ott a lift. Hát nagyon közel jártunk hozzá, srácok, hogy meglegyen. Hát nem lett meg. Azért szép volt, köszi szépen. Mondjuk kéne erősítenem is. Van nekünk egy ilyen, hogy hát nem is tudom már melyiket néztük. Lehet, hogy ezt. Meg berakjuk akkor ezt is, jóló. Azt max jól meghalunk tőle. Ó. Ó, hát ezt jól benyáltam. Ezt is jól benyáltuk. Basszus! Pont átszaladt a tűz felett. Hú. Pont átszaladt az utolsó tűz felett, nem?
Ugye én nem vagyok annyira nagy DS szakértő, így felvel kérdezem a botfejlesztés, az növeli a varázslat sebzését? Én úgy tudom, hogy igen, de itt ebbe a végé, majd ebbe a fightba a botnak semmi jelentősége nincs. Semmi jelentősége nincs ennek a botnak. Hát ez gyakorlatilag dísznek van itt a kezemben. De tényleg. Hó. Amúgy több Estus flaska kéne ide. Vagy csak nem kéne, hogy eltaláljon. Szia lét, Manó. Elfogyott király kertje. A király fogyott el, vagy a kertje, srácok? Mizós Lilith Manó. Jaj, de kedves vagy. És mi történik? Értem. Még pont, mármint, hogy még pont benne voltunk abba, hogy meg tudott ütni. És beszorultam. Valószínűleg amúgy el kellett volna kezdenem varázsolni. Ez volt a legjobb ember elnyomás eddig ever. Ó, jobbul estét, Manó. Jó. Hú, basszus. Na mindjárt amúgy pergetünk vadparaszt, és köszi szépen a támogatást még egyszer az ötöset. Köszi szépen amúgy, hogy Snipey, ötödik. Drothan, jaj, lemaradunk. Drothan, Netbush és Jombor, illetve Siege első napját lehetővé tetted ezzel. Köszi, köszi. Hát akkor most elnyomjuk. De szemét! Hát konkrétan csalt. Az ellenség most konkrétan csalt. Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Ocelot. My dear little... Ocelot! Ez a kamera kezelés tényleg durva.
lehet hülye kérdés, de a kaszthoz kell, és tudom, hát, ha nézed a streamet, akkor látszódik, hogy ha elnyomok egy ilyen tűzgolyót, akkor elég durván megcsapan a HP-m. Mármint a staminám. Gyakorlatilag egyetlen egy ilyen képességet tudok csak elnyomni. Max staminából. Köszi szépen, Lilith Manu, a 7 hónapot. Ha van moderátor, nyugodtan indíthat kántálást. Szia, Miucsi. Szevasztok, srácok. Ú, de csúnya arcom van. Előrejelzést? Az a helyzet az előrejelzéssel, hogy már nem tudom, hogy mit lehetne kiírni azzal kapcsolatosan. Kevés idő lenne kiírni egy előrejelzést. Egy adott trájra, meg már nem is tudom, hogy hanyadiknál járunk. De ha van moderátor, nyugodtan írhat ki előrejelzést is. Hát ez szart rá. Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Nem tudom, Bazsi, láttál erre utaló kérdést egyébként? Az helyzet, nincs meg még a mozgása. Az a helyzet, hogy ebbe a trájba kétszer is átment alatta ez a káosz egymaradvány, a képességem a tűzgolyóm. Karcolta egyébként, és ez 180 sebzés volt. De többször is volt egy olyan, hogy ilyen barlangdarabba, ilyen cseppkőbe, vagy nem tudom mi van ott, abba is megakadt tűzgolyóm. Nem csak egyszer volt ez, hanem többször is, és ez zavaró volt ennél a trájnál, úgyhogy azért jöttem haza. Mert nem akartam, hogy az ember kárba veszem. Merakát, szia-szia, köszi szépen az 5 hónapot. Ahol nem jönnek. Már nem volt HP töltőm. Pedig amúgy elsőre egész szép try volt, nem? Skacok. Értem. Akkor mindegy.
Kedves vagy. Most is átment egy rajta. Ez megint nem volt egy jó try. Az helyzet. Elkövetek egy olyan hibát, hogy elkezdek healálni, és pont annyi fér bele egyébként, hogy healelek, és utána ő rögtön támad. Healelek, és rögtön támad, és ebbe a loopba nem jó belekerülni. Úgyhogy erre kéne valami megoldást találnom. Peregjenek srácok a szövegek Merakettnek és Lilith Malónak. Ne lazsáljatok, srácok. Attól, hogy nem szólok. Ez a beszéd. Amúgy még azon gondolkodtam, hogy berakjuk a Grass Crest Shield-et. Nem tudom, hogy van-e nálam egyáltalán még shield. Ja, kapott Staggert. Na nézzük még egyszer. A hírelés itt nagyon-nagyon rossz volt. Az egy nagyon rossz ötlet volt. Igen, totális meglepetésként ért, hogy itt több fázis van. Ja, a Phase 2-ben meg van veszve. Phase 1-ben meg nem csinál semmit gyakorlatilag, azon kívül, hogy néha üt egy-kettőt. Most jó? Halál rád! Hú! A szemétje! Amikor láttam, hogy már megint csak
karcolgatta és 180 HP-t sebzett bele a tűzgolyam, akkor nagyon morcos lettem, srácok. Köszi szépen, köszi szépen. Na, hát akkor most már lehet pergetni, ha esetleg eddig még nem pergettétek volna. Vadparasztnak. Köszi szépen, Vadparaszt, az ötös feliratkozás ajándékozást. Szia, I, neked hogy magyar a Dark Souls-od? Hát úgy, hogy letöltöttem hozzá a magyarítást. Úgy magyar. Szia, Krisi, üdv mindenkinek, srácok. Na. Köszi szépen, hogy a Prime adat te is rám használtad el, Lilith Manó. Köszi szépen a 7 hónapot. Magyarítás csak PC-re van? Aha, mert hogy ez ilyen fan-made. Igen, igen. Na hát most Lilith Manónak is pergethetitek, és akkor mindjárt jön Meraket is. Köszi szépen, Meraket, neked is a támogatásodat. Az 5 hónapot, már majdnem azt mondtam, hogy 4, de ez amúgy 5. Megint elfelejtettem átrakni, srácok, a sapkát. Na nézzük, mit élnek Osirosról. Az ő lelke miért kék egyébként? Megküldtett pár káosz ágyjal, így van? Na. Felkeltem magyarítás ékezetek nélkül. És akkor onnan tudod, Pirate King, hogy honnan van nekem. Igen, igen. Osiris belőrült abba, hogy királyi vérét jobb célért használja fel, amitől a nagy levéltár eretnekéhez fordult, ahol felfedezte a fakó sárkányiknak, Sithnek az áldáz bálványozását. Mi? Neki mi köze van Sithez? Én azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy Osiris is ugyanolyan sárkány, mint Sith. Vagy Seth, vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevét. Már mondták többen is, de Oci, Lothric régi királyának, Lothric és Lorien apja, aki teljesen meg volt veszve a sárkányokért, rengeteg kísérletet tett magán, azért is néz ki így. Ocelotról meg már beszéltek korábban. Jaja. Jaja. Hát, igen. Igen, igen, néztük, hogy Gwyndolinnak az egyik férje. Ember volt, és sárkánnyá változást keresett. És miért akart sárkánnyá változni? Miért kísérletezett magán ilyenekkel? Hát igen, Ocelotnak a története nem vidám. Jó. Amúgy vegyünk már, költsük már el a szólokat. Osztig, köszi szépen a csírt, az 50-es csírt még hozzá. Sárkány fanboy volt. Hello. I am pleased to have Hello. Dedicated as you. Hoppácska. Mi titani darabot szereztem? Fel se tűnt. Do not be gone for long. Szóval ingyenes a játék, meg hogy mi a játék címe, ez először az internetet kéne tudni használni. Mert ha nem tudod, hogy ingyenes-e, vagy hogy mennyibe kerül, akkor nem mi tanítsunk meg a Google használatára. Már szívesen beszélgetek egyébként mindenkivel, de ilyen dolgokat nem. Ki ne akarna sárkányjá változni? A tökéletes lordot akarta létrehozni, azért csinálta magán is és Lothricon is a rengeteg kísérletet. Ó. És Lothricon milyen kísérletek hajtódtak végre? Ezek a hosszú nyakú, ilyen zsiráf nevük. Mégis a sárkányok irányították a világot, Gwyn és a lelkek előtt, szóval a sárkányok vagányok voltak, és ő is szeretett volna az lenni. Ó, repülni akart, meg tüzet köpni. Ezek azok a...
Ezek azok a zsiráfok, akik... Hoppá! Szia! Akik vannak a... Nem tudom, hogy hívják azt a sárkányt, akit fölülről rá kell ugrani, azt megszúrni. Na, ők vannak nála is. Az Arch Dragon Peak. Igen, igen, igen. Játszani kell az 1-2-vel, hogy értsd a történteket? Egy kicsit hozzátesz, de szerintem nem feltétlen. Hogy a srácok is mondják a csatán. A sárkány útja. Na, ez kellett ahhoz, hogy át tudjunk menni az Arch Dragon Peak-be. Ancient Wyvern. Ó, köszi szépen. Na, mondjuk az Ancient Wyvernről nem tudok semmit se egyébként. A történet inkább a tárgyak leírásából derül ki, nem? Hát meg igen, hogyha beszélgetsz a karakterekkel. Titanit pikkelj. Annyiba jó pofa, hogy találsz egy itemet, és beugrik, hogy hopp, ez volt valamelyik korábbi részben, és így van, ahogy Robert Kovács mondja, ilyen fölismerés szinten jó. Ilyen fölismerés szinten jó. Na hát ez most egy olyan rész, ahol nem látok semmit. Á. Mert hogy Black Stabilizer DisplayPorton nincsen. Tudom, hogy alapvetően ez egy sötét hely. De varázsolok már valami kis fényt, srácok. Már ha tudok. Igen. Aha. Azt nézegetem, hogy merre kell húzogatni itt a kart. Hogy fényt varázsoljak. Amúgy lehet, hogy csak a fákját kéne használni. Ahhoz, ahogy egyébként az tervezve van. Hol a fákját raktam volna? Ilyen bútus voltam. Hát mindjárt kivesszük. Mindjárt kivesszük, srácok. Mennyire ironikus, hogy ott a láng a kezedbe és nem látsz semmit sem. Ahhoz varázsolni kell. Itt a fényvarázs, hát amúgy jöhetne. Hát nem tudom. Szerintem berakjuk. Berakjuk. Gyóntató kő. És itt kezdtünk. Te jó ég! Amúgy nem a káoszágyat kéne dobálgatni. Ezek ilyen erősek? Kevés lesz a flaska. Hamvas Estus gyűrű. Itt kezdtünk. Kutyuli! Na, az gond. Na, várjál. Szerintem neked nem ez kell. Oh.
Wow. Ő ilyen a varázsló, ellenálló varázsló. Kutyus! Titan... Wow, mennyi titanid darab van itt, srácok? Elég fett ez a hely. Az gond. Hú, te jó ég! Megyünk tovább. Ott van a kutyusok. Közelebb is van egy kutyus. Szerintem most jön egy vicces rész. Igen, ez vicces rész. Ketten vannak. Na csá! Na várjál, kifagytam. Az gond. Hú, oké. Titanit pikkely 2. Passzív van a töltő item, nincs a játékban? Hát amúgy biztos van valami. Na most már jobb lesz. Okay. Oké. Simple infusion egy shield-en vagy fegyveren. Komolyan? Na basszus, hát akkor meg kell infuse-olni. Majd valamelyik itemünket. Oké, tehát ezen meg vagyunk, és a gond az az, hogy még a boss előtt vannak vicces lények, nem? Mert hogy itt a bonfire az hátrébb van. Sejtsbítés, nem tudom, hogy Lothric herceggel voltak a kísérletek, azt tudom, hogy az uralkodó család sok ideje kísérletezett azon, hogy méltó utódot, lordot hozzon létre, aminek a végeredménye lett Lothric azzal a hátránnyal, hogy betegen született. Vagy az Execution a Great Sword Offhandben mindenki után FP-t ad. Ezeket nem tudtam. Na, hát akkor elosztását kéne változtatni. Bár mondjuk, lehet, hogy csak rá kell szaladni a bossra. Ne szaladjunk rá a bossra. Bár ahhoz meg nem kell a fényvarázslat. Jó. Amúgy megszedtem Estus flaska biulát. Szóval azt is... ez nem a játék eleje? De. Ez az. Előrejelzés most lesz, már indítom is. Sikerül-e a boss elsőre? Előrejelzés indult.
Köszi az infót, Menaket egyébként. Prödi, be careful. De ki ez a Prödi? Na, megvettünk tőle mindent. Cukorfalat? A Prödi? Tudom, hogy oda lehetne neki adni a hamvakat, de nem akarom. Menő az előrejelzés kijelző? Most kapcsoltam be. Mai streamben. Na nézzük! Utazás, elhanyagolt sírok. És most végigfutunk a bosshoz. Remélhetőleg sikerül. Bízol bennem? Tényleg, hogy állunk? Még 3 perc. Na jó. Van itt moderátor? Srácok. Én nem láttam, hogy írt volna. Már egy jó ideje, egy se. Nincsen sajnos eye tracker, amíg ez az LG monitor van nálam. Lennél a modim? Ajaj. Jó, hát akkor lezárjuk az előrejelzés, srácok, ne haragudjatok. Mármint úgy lezárjuk, hogy már nem tudtok többet beküldeni. Mert ha odafutok, akkor már nem lesz időm intézkedni. Annyira profi még nem vagyok. Jaj. Érdekes. Érdekes. Kifogyott? Kedves. Akkor hello. De az igennel szavaztál? Ennyi az a... Ennyi. Hát kapjátok ott a pontokat. G a G-hez. Üdv mindenkinek, srácok. Sziasztok, sziasztok. Hát ez gyors volt. Én úgy tudom egyébként, hogy ő tűzre érzékeny. A Phase 2 az lett volna, hogy kibudjan valami a hátából, nem? Asztarolt. Zseni zsebi 200 000 pontot bukott. Azt láttátok? Asztarolt.
Az a sima Gundyr? Akkor nála mi lett volna a Phase 2? Na nézzük, Meraket azt írja, Champion Gundyr történt az egyik legtragikusabb a játékban. Ő valamikor régen egy kiválasztott volt arra, hogy linkelje a lángot, azonban későn érkezett meg a Firelinkbe. Az ő Firekeepere meghalt, így elhivatás nélkül maradt, ráadásul arra lehet következtetni, hogy talán az uralkodó család egy szemkivetett tagja volt. Így nem volt hova visszatérnie, ezért itt maradt őrizni az utat a Firelinkbe, mint egy bíraként, aki megpróbálja a jövő kiválasztottait. Aki megpróbálja a jövő kiválasztatait, így lett ő a játék elejé Yundex Gundyr. Volt Phase 2, piros lett a szeme. Egy még agresszívabb. Akkor ezek szerint Mázlin volt, srácok. Akkor ezek szerint nagy Mázlin volt. Hogy itt ő nem huncutkodott? Mákon volt. Nem, Mázliskir. Ja, igen, arra gondoltam. Ha eltalál egy kombol, akkor meghaltál volna. Hát igen, akkor ezek szerint ez nagy, iszok nagy mázli volt. De köszi szépen amúgy mindenkinek a bizalmat, srácok. Így, hogy bíztatok bennem, így meglett. Júj! Jók voltak a dolcsok? Hát... A végén már voltak ilyen pánikrollok is. Ezen a területen most így nem nagyon van loot, igaz? Hát nem úgy néz ki, mintha nagyon lenne loot. Én bevallom, nem bíztam benne, de örülök, hogy sikerült első. Én már nem is emlékeztem erre a fightra, hogy ez miben másabb az elsőnél. Osiris csak az előrejelzés miatt nem lett meg első. Ranged Build-el egyébként könnyebb egy fokkal, közelharcol viszont nagyon fájdalmas tud lenni, ha az ember nem tud párizni. Pisti ezzel szenvedett legjobban annak idején a Dex Build-el. Ja, hát mindegyik build-nek ugye, ahogy mondtátok is, más a... Más boss a könnyű, más boss a nehéz. Úgyhogy itt most... Nagyon más ez a végijátszás abban a szempontból, hogy rengeteg régebben könnyűnek, vagy nehéznek tűnt boss könnyen lett meg. Itt meg ezzel a build-el a könnyű bossok nehezen lesznek meg. Teszem azt. Itt lehet megvenni az Artorias Armort és a Chaos Blade is itt van, hogyha jól tudom. Komolyan? Az hol van? Amúgy eladunk. Mennyi kell? Oké, 2000 kevés. A Dark Shrine van? Aha. Ott vicces lesz, mert ott lesznek a Silver Knight-ok vagy a Dark Knight-ok. A szamuráj helyén. Ja, hogy a Chaos Blade. Oké, megvan. Közben leesett, hogy az most akkor melyik. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a... Mi a Black Knight-ok? Igen, Black Knight-ok. Kíváncsi leszek, hogy ők mennyire fogják kapni. Fent van a Firelink Shrine-hoz vezető kapu előtt balra mész, és akkor ott lesz szabados. Aha, a mester. A mester konkrétan. Jó. Hát akkor megyünk oda, a Gundyr bajnokhoz. Köszi szépen, amúgy a helpet, srácok. Azt hittem Manusa a DS1 DLC-ben? Én szerettem a Manus fight-ot. De hát hogy mondtad ilyet? Amúgy kéne hozni ide a fényt. Halló? Ott van.
Ezt már szeretem. Cucu, ahó. Ja, lehet spoilerezni, érdemes majd elmenni a sötét linkbe arra a helyen, ahol Irina van. Aha. Okés, okés. Ott vannak a Firekeeper hanvai, vagy szeme? Az amúgy necces volt. Meglett a pajzs. Arra gondolsz? Amúgy igen, Meraket Irinára gondol. A szeme. És miért van ott az ő szeme? Hiszen mondjuk ő vak, tehát hogy ott nem úgy vak, hogy izé nem lenne szeme, mert hogy van szeme. Mi ez egy cucu? Az nem jó. Ja, hogyha lehet spoilerezni, srácok. Danázs gyűrű a Hornet Ring. Az a Gandir Firekeeperének a szeme. Értem. Szóval, hogy Gundirnak köze van Irinához. Aha. Az a szem az End of Fire Endinghez kell. Hát srácok, megnézzük, hogy nekem melyik van. Vissza lehet adni a látását a Firekeepernek, és akkor tovább dialógusok és egyéb endingek válnak elérhetővé. Én azt szeretném, hogy ő legyen a Firekeeper, de ahhoz nem kell senkinek se odaadnom a szemét, hogyha minden igaz. End of Fire. Aha, az megvan. Az megvan. Nem? Ez a legelső Firekeeper szeme, meg lehet kérdezni róla a Ludlatet is. Na lehet, hogy... Hát ahogy... Jó. Én nem tudom, srácok. Inkább nem okoskodom. Ti tudjátok ezeket a lóros dolgokat jobban. Na most már be lehet menni. Persze, megtalálom a bejáratot. Üdvöd mindenkinek. Izzadsz, mint egy ló? Hát akkor jó volt az edzés, cucu. Na, ennek nagyon fogunk örülni, bár annyira nem használtam. A csavaros kard töredék egy olyan cucc, mint a toll a DS2-be. Végtelen számú Homeward bónozást tesz lehetővé. Na és azt mondtátok, hogyha lejövünk ide, ott van Andrénak a cucca. Ez most akkor... Ez miért ilyen? Ez miért volt? Ha ezt tudom, hogy titkos fal mögött van, akkor megnéztük volna azt a képességet inkább. Szemgolyó. Nem tudom, hogy hol kell ezt keresni. Itt van. Azt beszélik, hogy ez az első tűzőrző szeme és a fény, amit minden jövendő tűzőrző elveszít. Ez olyan dolgokat fed fel a vak tűzőrzők számára, amiket soha nem szabadna látniuk. Be lehet cserélni egy slabért, annak több értelmét láttam. Aha, valószínűleg nekem is akkor majd azt kell csinálni ebbe a végigjátszásba. Mm-hmm.
Kovács kalapácsa. Na, és itt lenne még egy loot. Hallows Ashes, azt hiszem az a neve. Amit akkor ad a játék, hogyha nem ezt az endinget választom, ami most van. Hogyha életbe tartjuk... ja, hogy a csavaros kard ad szlebet. Ó, oké, és akkor félreértettelek titeket. Azt hittem, hogy a Fire Keeper szeme. Van-e itt valami loot esetleg? Chaos Blade megvan. Innen most akkor minden megvan, nem? A Maiden? Nem is tudtam, hogy ő itt van egyébként. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose. Ja, tudom, hogy a szemet át lehet adni. What can this old handmaid provide thee? De így, hogy nem adom át, még véletlenül se csinálok rossz endinget. To skirt the curse's grasp. Tarry not for long. Tis dark for now, and not a soul stirs. But remember, fires are known to fade in quiet. Most egyébként... Or perhaps thou art captive already, like the poor girl. Most egyébként melyik... Firelink shrine-ba vagyunk? Melyik? Mármint, hogy... Nem tudom. Hornet ringet felvettük. Még egy érdekesség. Itt is megtalálhatod a Shrine Maiden-t, akinél tudsz vásárolni Artorias Armort. Ez ugyanaz az asszony, mint aki a normál Firelinkben van. Ha a végigjátszás során sorsan beszélsz a normál helyen a Maidennel, csak azután, hogy a sötét Shrine-ba találkozol vele, akkor lesz egy egyedi megjegyzés, hogy ismerősök vagyunk neki. Wow! A korábbiba vagy időrendileg, ugyanaz, csak a sötét a múltba van. Ó, értem. Ez itt most éppen a Dark Age-nek a korát éli. Alternatív világ. Oké, ez már volt. El kell adnunk lelkeket, szerintem ahhoz, hogy meg tudjuk venni Artoriasnak a cuccát. 26 ezer, hát mondjuk bármikor ide tudunk jönni, nem? Bármikor meg tudjuk venni Artorias cuccát. Az a shrine azt mutatja, hogy azt mutatja meg, hogy milyen lesz a világ, ha nem izzított be a tüzet. Best. Jobb nem habozni. Jó, tehát akkor Artorias cuccát itt meg tudjuk venni, hogyha akarjuk. Annyi érdekességképp, hogyha New Game Plus-ba vagytok, azaz New Game Plus 2-ben, akkor itt lesz egy gyűrű. Jó, szakállam, köszi szépen pluskát. Amíg nem kezdesz új New Game-et, addig visszajetsz. Jó, hát nem fogunk újat kezdeni. Most viszont kimegyünk innen, és használjuk ezt. Ha minden igaz, akkor itt megszereztük az összes cuccot, amit csak akartunk. Így van. És még egy érdekesség, meg lehet idézni a mestert, a kardmestert, vagy nem tudom, hogy hívják őt, Champion Gundirnál. Ez volt valószínűleg, amit Lothrikék elrejtettek az időtől, fénytől, hogy hagyják kialudni a lángot. Utalás, a szemek az End of Fire-t adják, és itt voltak, mielőtt feltámad a karaktered. Ó, aha.
Jó, nagyon jó ennek a játéknak a lore-ja. Na, hogy állunk egyébként? Meddig jutottunk? Igen, megvan közben. Tehát a végletekig felfedeztük, srácok, a dungeont, a toxikus mocsarat is, ami nem tudom, hogy hívják, valami elhagyatott főváros? Meggyalázott. A meggyalázott fővárost is átnéztük. Onnan is mindent felvettünk, amit csak lehetett. Hogyha valamit kihagytunk, akkor nyugodtan szóljatok. Aztán, hogy ez így megtörtént, rámozdultunk Lothric kastélyára, és Lothric kastélyán belül is elmentünk a felemésztett király fele. Azt hiszem így mondják. Osiris is meghalt, igaz, nem elsőre, ahhoz közel voltunk, de sajnos nem elsőre. De meghalt ő is, ahogy Champion Gundir is, vagy Gandir is. És akkor a következő streamben haladni fogunk tovább Lothric kastélyába. Ha jól emlékszem, ott lesz nekünk egy ilyen fura bosszunk, valami shieldes csóka, valami fura lényel a háta mögött, ha jól rémlik, az Lothric kastélyában van. Illetve ha jól emlékszem, onnan fogunk tovább menni a Grand Archive fele is. Most itt megpróbálok puskázni. Meg lehet, hogy elmegyünk az Archdragon Peak felé. Mondjuk az a helyzet, hogy hova elmegyünk, az a kriptonitom lesz. Abba már szerintem idén nem kezdünk bele, mármint a Nameless Kingbe. Elmegyünk odáig, de Nameless King az a jövő zenéje. Dragon Slayer Armor. Ó, tényleg. Köszi szépen. És akkor igazából lassan véget is ér a játék. Már nem sok boss van hátra. Már nem sok boss van hátra, skacok. De jól haladtunk ma is. De remélem, hogy tetszett ez a stream is a végigjátszásból. Megtoltuk egy picit. És szerencsére most úgy tudtuk abbahagyni, hogy mindent felfedeztünk, amit csak akartunk. Tehát nem kell hátranézni a következő streamben. Az a szuper. Hát igen, utána meg a DLC jön, igen. DLC-zni is fogunk. All boss rant nyomunk. Nem lesz a kriptonitom? Majd meglátjuk, eddig az. Lehet, hogy piromantaként nem olyan szívás, mint a fium karddal. DLC is pörög. Mindenkit megölünk. Ariandel hamvai, illetve az Örvös város DLC is menni fog, srácok.